Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlva. 12 perccel jó reggelt mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hey, jó reggelt. Hello, Ben. Hello mindenkinek, drága hallgatók. Itt vagyunk újra. Igen, milyen nap van? Elfelejtsd. Szerda. 7 forduló, hát ugye 8-ig cégünk, 8-tán pedig hasítok. Utána bekapcsoljuk a hiperűr hajtóművet, hogy a Csúvi már megszerelte. Csúvi mindig megcsinálja. Ő abszolút megcsinálja. Mi újság van? Minden gyerekek. A legnagyobb rendben van, srácok. Ja, Istenem. Sose volt még ilyen jó. Sose volt még ilyen jó? Azért volt. Neked nem, mi? Nem tudom, hogy nekem jó volt-e. Nem, hanem hogy... Nem, kézed, ellopták a napszemüvegemet. Nem biztos, azt, hogy ellopták, majd még meglátjuk. Meglátjuk. Üldözőbe veszem. Igen, nem mertem hozzá nyúlni, mert túl divatos volt nekem. Tegnap én láttam ezt egész délelőtt, hogy ott volt a tükör előtt. Van egy ilyen kis polcocska, és ott tároltad, ezek szerint te. Én nem tudtam, hogy kié. Mondom, én nézegettem, mondom, ez fiam, az ennyi biztos nem, mert ezt a márkát egyrészt nem ismerem, másrészt meg nekem ez így túl 2000-es évek. És szerintem... Én mikor már 11-kor bementem a WC-be, ott már nem volt. De miért rakod be a WC-be? Azért, mert sluszkulcsa, telefonnal és napszöveggel kezembe mentem be, és letéptem egy ilyen papírtörlőt. Aha! Ha hallasz. Most még esélyed van visszahozni. Utána viszont igen, keresni nagy baj. Foglak. Ha nagy bajba lesz. Üldözni foglak. Mondtam utánad is, megyek, nem fogsz aludni. Mondtam is, hogy ízénének, hogy nézze, magának szerintem nem áll olyan jól, ez én földobnám a vaterára. 5000-et biztos ér. Nem, biztos, hogy ez van. Nem, mert ilyenkor, amikor találnak valamit, akkor azt szépen ők félreteszik, és akkor majd kiderül, hogy kié volt, vagy pedig leadták a gyártásunkra. Ezt hallottad valahol, ezt a sztorit? Az a baj, hogy szerintem... Meg... mit mondjak neki, hogy szerintem hogy már ahogy hívják valaki. Az unokája játszik vele otthon. Mennyi az esélye? Tessék, ez egy nagy próbatétel. Elhagysz egy napszöveget egy munkahelyen. Meg lesz ez a napszöveg. Mennyi az esélye? Szerintem 10%. Körülbelül. Tehát 90%-ban tolvajok vannak? Nincsenek. Nem tolvaj ő, azért az durva. Tehát, nem? A tolvaj az ugye, annak van egy ilyen indítatása folyamatosan, hogy lopni. Hát de ez mi? De ez más. Honnan gondolnám már, hogy ez valaki? Így van, tehát hogy ő nem úgy ment be a WC-be, hogyha ott lesz valami, akkor ellopja. Hanem ott volt egy napszemüveg. Alkalom szülte? Igen, akinek nem volt gazdája. Akinek nem volt gazdája. Alkalom szülte az új napszemüveg. Én például megkérdezni. Ki a napszemüveg? Senki? Oké. Okay. Aha. Hát, keresni foglak. Túti, hogy nincs. Foglak, utánad megyek, megtalállak. A családodat is. Tudja, hogy nincs esély, hogy megtalálom. Ne. A nyomodban meg lesz. Nézd hátra, az ember, aki ott fut mögötted, az vagyok én. Üldözni foglak. Keresni foglak. Meg foglak találni. Gyerekek, hát ez szörnyű trauma nekem. Portás kollégák félretették volna, hogyha megkérdeztem. Egyértelmű, meg ők mondták is, hogy nincs. Hát gyakorlatilag még 2 rádió, 1 sales, 1 újság az, ami szóba jöhet. Szerintem meg lesz, meg hát ugye elég feltűnő lesz, hogy valaki nem parádézik és szembe jön veled. Na most 2 dolog, most vagy hallja és visszacsempészi, vagy majd hallja 8-kor, vagy nem jön bele, nem jön be többet benne. Vagy nem jön be többet egyáltalán, mert annyit ér a napszemcs, hogy élete végéig megvan belőle. Van egy érzelmkötődés? Van, igen, ez 3 éve ez a napszemüvegem, és nagyon szeretem. És annyi helyről került már vissza hozzám, és annyi problémát oldottunk már meg együtt, ő meg én. Ez egy olyan kis tárgy, annyi ami kalandon vettünk részt. Ő meg én. Annyit kalandoztunk már együtt, ő meg én. Már annyi helyen voltunk. Már a neveden szólít. Így van. Várt reggel a kredencer, kisgazdám, vegyél föl. Ne hagyj itt, kisgazdám. Jó, nem hagyj. Mondta ezt idáig, de most már megcsömörlött ettől, és azt mondta, hogy nem, most már új gazdát szeretnék magamnak találni. Ez annyira nem vigyáz rám, ez a régi gazdám, olyan, mint egy Andersen mese. És te mikor, tehát elég hamar elmentél ilyen 10:30-kor, én viszont elég későn 11:30-kor, és én tudtam, hogy ott hagytam a mosdóba, és visszamentem, és akkor már nem volt ott. És akkor már nem volt a gyerekek, és olyan szomorú voltam. Szerintem a Roli már benn volt. 10 körül. Aha. De most tessék, te meglátsz egy idegen napszemüveget a budiban, a munkahelyen. Mit csinálsz? Fölpróbálod? Elgondolkozol rajta, hogy elviszed? Elkap a kísértés, hogy az egy bulgári napszemüveg. Basszus, jó lenne. Vagy egy Ray-Ban, vagy mit tudom én, egy nem tudom. Tök mindegy. Bulgári, az csak nekem menő. Na most mondj mindegy, de lehet, hogy most legyen 5 forint, tök mindegy, mert annyira karcos volt, ütött kopott volt, hát már nem. Ja, ez a márkája? Azt hittem, hogy ott vettétek. Azon, hogy igen, Bulgáriában, csak én Bulgáriában rövidítem. Igen, a napos parton, igen, Sunny Beach-en vettük. Nem, tessék, mit csinálsz vele? Leadnám a portán. De hát nem adtam a portán? Én tartoztam a legtöbbet, úgyhogy én vagyok most itt a leggyengébb láncem. Igen, bármit lát, gondolj arra, hogy az enyém.
Jó. Tehát ne gondolkozz, hogy ki lehet. Aha. Na, Bali. De csak a tiéd? Hát én hagyok el mindig mindent. Hát igen. Ott mentél el mellette. Ott láttad az üvegpulton. Megmondom őszintén, hogy mondjuk elég érdekes, hogy a Ferire tippelek, miközben rajtad 3 éven keresztül láttam ezt a napszemüveget, de én azt gondoltam, hogy a Feri élet. Hogy van, Ferinek biztos ilyen autós napszemüvege. Hát figyelj, egy nem szólok neki minek. Egyik se jó, mert hogy nem ragadtad. Dolgaira. Nem ragadtad. Én egyrészt ugye nem hagyok el dolgokat, másrészt pedig, ha én leteszem oda, akkor az enyémnek olyan a gyújtója, tudod, annyira vastag az üveg, hogy magától a 60-as ízótól felgyújtottam volna a budit. Olvat mögött a tükör, mondom, ez a Ferire. Senkire se jó ez a szemüveg, gyereke. Annyira kitágította a fejed? Olyan szinten a 64-es fejem az betágított, hogy fölrakod, az lötyög rád, úgyhogy adjátok vissza. Hát ha a 200-at összekötöm, ez derékszög, neki jól, biztos, hogy Balázs. Nem jó lehet tolvajként élni. Ilyen lelkiismerete nem jó leélni egy életet. Tolvaj, még egyszer mondom, találta. Találás. Egy évig mindent meg kell tenni a találás. Polgári törvényként benne van találás. Jogkörében egy évig tegye meg mindent. A hanyaggazdi a hibás, vagy pedig az, aki azt mondja, hogy jó, nem tud erre vigyázni? Hát ha nem vigyázol rá, akkor nem is érdemled meg. Oké, a hanyaggazdi, de azért nem egy irális elvárás, hogy munkahelyen meg legyen egy szemüveg, nem? Uh-huh. Ki a gyanús? Jó, mondjuk mindenki, ezt aki eddig napszemüvegbe jön, és nem jön. Roli 10-kor itt volt. Mondjuk ezt úgy, hogy lehet, hogy már 10 óra 10-kor jön be vele a Norbi, és azt mondja, hogy Balázs, találtunk tegnap egy napszemüveget, beraktam a fiókomba, a biztonság kedvéért, nehogy eltűnjön. Tehát simán lehet, de hogy azt tudod, mi kell? Ahhoz be kell menni a mosdóba, egy olyan embernek kell bemenni, aki utána veszi a fáradtságot, hozzányúl a szemüveghez, beviszi a Norbinak, leadja. Szűkítsük a kereszt, női mosdó. Tessék? Csak nő lehetett. Meg a szemüveg formája. Jó, hogy mondod. Is. Na, és a szemüveg is női, igen. Jó, hogy mondod, tényleg női mosdó. Figyelj, mit csináltam én a női mosdóban? Ja, mindig ott vagyok. Hát megmosdod, hogy mondjad. Csúnyám vagy. Ha, mit csináltál? Mindig van egy ilyen prekoncepció, hogy a női mosdó tisztább, és aztán rájövök, hogy szörnyű dolgok történnek ott is. Nem csak a férfi mosdóban. Fél, a Zsuzsi meg az Anita felismerik ezeket a prémium márkákat, az teljesen egyértelmű. Ha ők voltak bent, akkor hát ugye széhez, tehát tudják, hogy érted, mi az, ami eladható. És szerintem, ha ők voltak, biztos, hogy félretették. 100%. Na mindegy. Na jó, csak 20. Igen. legyünk őszintén. Nem, ők legyünk őszintén. Ennek kicsi az esélye, de hát egy szörnyű világ ez, hogy itt hagysz a munkahelyen abszolút. Persze én vagyok a hülye, és aztán és nem lesz meg soha többet. De hát tegyük fel, lopnak. Csak fikció. Lopnak. Bejön az árpi, meglátod a fején. Oda mersz hozzá menni, és a nagy árpi? Igen, nagy árpi. És oda mersz hozzá menni, hogy és azt tízszer elmondani, hogy nagy árpi? Hogy árpi, tudom, hogy te vagy a legnagyobb árpi, úgyis hívj neki nagy. Hogy megmondanám neki. Adnám vissza, légy szépen, még árpi, mivel te vagy a vezérigazgató, ez a dolog köztünk marad. Senkinek nem mondom el, hogy már loptam. Benne azt a napszöveget nagyon gyorsan, mielőtt dirdur csicsat bimbum. Mielőtt csicsat bimbum lesz. Fej vagy gyomor árpi. Így van. Mind a kettő. Van neked elég dolgod, nyilván nem akarsz egy hétig fekvőgépzel feküdni otthon. És neki szaladok fejjel a hasának. Igen. Hátra lépek áron, leszegem a fejem, és neki rólam. És aztán elveszed, megnézeket, megtörögeted a lencsét, és észreveszed, hogy ez egy évvel később mód. Igen. Bocsánat, Árpi, nagyon jól áll, megsimogatom kicsit a galiért, megcsinálom, leporoz. Ez most miért kellett? Tudod, és mint a filmekben, a nyakkendőt megigazítom, leporolom a vállát, megsimogatom, és tovább megyek. Odatámasztod a falat. Mellé rakod a kis táskát, és mondom, Éva, amikor jön be majd, az asszisztens a kormányban. Figyelj, ma. Istenem, valaki megtámadta, Árpi, megtámadta. Ma 11 óráig úgy megyek majd, hogy emberek mögött megyek, hirtelen elé szaladok, és megfogom a fejét. És ha nincs rajta semmi szemüveg, akkor tovább engedem. Tak, csak ide! Állj meg rohadik tolvaj, állj meg! Elnézést, uram, most vagyok itt először. Vendégség, jöttem a Rolinak. Szemétbüdes tolvaj, itt vagy az én szemegem. Adja vissza az okuláréban. Nem, én egy híres operaelgekesnő vagyok. Nem érdekel tolvaj! Marosán Erika vagyok. Megtéplek. Na mindegy. Aki látott egy napszemeget a női mosdóban, adja vissza. Jó? Legyetek becsületesek. Váljatok nagyjá. Ez egy lehetőség most a ti életetekben. Mit csinálsz, hogyha valaki bevallja? Őt nagyját teszed? Azt nem fogja mondani, hogy szia Balázs, én voltam, egyébként hazavittem volna, de most hallottam a rádió, hogy a tiéd visszahozom. Azt fogja mondani, hogy... Megtaláltam és eltettem olyan, neked. Igen, megtaláltam és elraktam. Te beismered, hogy figyelj, el akartam lopni, de mi hallottam a tiéd. Istenem, nem merem bevinni, megaláznak, megvernek, megbélyegzett leszek egész életemben, inkább most összet a rövés elégetem. Igen, ha az enyém se lehet, az övése legyen. Jaj, gyerekek! Nem, rárakom egy kutyára.
De csinálok a farkára. Csinálok róla, lehetőleg valamilyen vágott farkunk kutyára, csinálok róla egy képet, rengeteg lájkot szedek össze vele, és utána semmisítem meg. Tehát a következő, amit látni fogsz, az az lesz, hogy egy Facebookon egy fotó, egy farok, ami orrnak tűnik, alatta egy mosolygó száj, ami valójában nem az, hanem egy végbénnyílás, és rajta te napszerüveget. Jó, most egy vicceskedő fotó. És megkapom e-mailben. És ez lesz az utolsó. Igen, megtalállak. Lenyomozlak IP cím után, oda megyek, felgyűjtöm a házadat. Igen. Végignézem, ahogy a gyerekeit kionszolják magukat. És igen. És utána bemegyek az égvázba, és még téged is kionszollak. Az abban, hogy hármunk közül. Kinek van kutyája? Kinek van rövid farku? Igen. Kinek van rövid farok azért ki, jó? Hogy mintha mosolyogna a segge? Igen. A mindenének. Igen. A rövid farok azért jó, mert ugye kis órot csinál neki. Igen. Szemüveg. Én is raktam a snaucerom hátuljára mindig napszemüveget. És akkor megvolt a napszemüveg, a farok része volt az orr, és a kis lyuk volt a száj. És nagyon mosolygott. Sőt, ha úgy kakilt, akkor úgy nézett valaki, mint a úgyis, hogy meg is fogom várni ezt egyébként, ezt a pillanatot. Hú, de csúnya, beteg barna nyelven van ennek a bácsira. Ja, a gyereke, kiesett a nadál tegnem. Istenem, honnan? Ja, nem megy neki füvön. Nem megy neki füvön, de nem baj, mert Roger erről takarítják az utat, úgyhogy nincs ezzel baj. De egy olyan játékos verte meg, amit nem is nagyon-nagyon értek, viszont láttam a meccset, és hát az valami elképesztő. Jönnek fel a fiatalok? Hát olyannyira, hogy ez itt nem top 100-as játékos, 19 éves, Kiriosznak hívják, egy ausztrál játékos, és úgy everte a nadát, mint szódásolóvát. Nadal csak kapkodta a fejét. Egy szettet tudott nyerni. Gyönyörűen játszott. Kiriosz. Kiriosz. Ausztráliában elég nagy görög hogy hívják, szegmens létezik. Ez egy görög bevándorló. Igen. Aki elindult, aztán átevezett Ausztráliába. Játékos Filippuzis, meg semmi közül nincs egyébként görög. Igen. Kiriosz, így hívják, Nick Kiriosz, és ausztrál, 19 éves. Nick Kiriosz, vagy Nick Kiriosz? Na, Ikiriosz. Ikiriosz, akkor még Peru is lehet. Ikiriosz. Nem ausztrál. Nincs benne a top 100-ba, 19 éves, és hanyag eleganciába verte annyira rommánad át, hogy nem hittem a szememnek. Kiesett. Mert előtte egy vagy két héttel kikapott szintén egy füves szó. Hát neki a fű az most már nem annyira megy, nem tudom miért, de nem. Hát nem megy a fű, neki most már erős. Igen, mióta ráállt a herkára azóta, már nem, a fű az már nem annyira megy neki. Úgyhogy... Uh-huh. Akkor mi nem tudunk fogadni a végére, mert Gyokó marad nyilván, meg valaki. Hát figyelj! Meg a VB alatt ne fogadjatok már teniszre. Amúgy de arra is kell. Amiről szerintem inkább beszélni kellene, mint a teniszről. Na mi van? Mert mi lett a vége? Igen, úgy tűnik ez a tenisz, ez most egy kicsit ilyen terelősnek tűnik nekem. Ledolgoztál ötöt a hátrányodból. Oh yeah! Tízzel jössz. Belgák nyertek 2-1-re. Hattállomás hát csapnában. De jó. Ledolgoztál ötöcskét, viszont szegény Svájc, én úgy sajnálom őket. Én olyan rossz meccs volt, szörnyű volt, azt ne sajnáljátok. De a vége, hát az, amit csináltak ezek a szerencsétlenek, majdnem eljutottak a 11-esig, kaptak egy gólt a 18. percben, és utána még kapufáról majdnem bemennek egy. És a kapufáról visszament annak a fiúnak lábára, és még onnan. És szegénynek érted a lábára. Szegény, én olyan úgy sajnáltam őket, komolyan mondom. Egy de ilyen... Argentin beszállított, ott volt a kapufa, és igen. Kifelé lejtett. Mi? Borzalmas meccs volt. Volt egy olyan lövése, azt nem tudom, hogy hívják, amikor így állnak veled szembe emberek. Az van annak szemben valami neve. Nem, hanem az mi, az büntető, vagy hogy hívják? Szabadrugás. Azaz, szabadrugás? Na, olyan is volt, és akkor a szegény, a híres svájci zsügürüm, valami török fiú. Zsügürüm, dügürüm. Dügürüm, az zsügürüm. Belerúgta a sorfalba. Szegény. Igen, sajnáltam őket, még megint a Messi oldotta meg, ugye hát aztán talán a Di Maria lőtte a gól, de azért a Messinek volt köszönhető, hogy ott be tudta lőni, hát ő csinálta meg a helyzetet. De nagyon nagy dolog lett volna, ha mondjuk 11-es rúgnak is esetleg kiejtik az argentinokat, arra senki nem számított. Van sajnáltam, hogy az utolsó perc, mindig kikapni mindig szörnyű, de egy az utolsó percben egy gólt kapni, és utána még ott van egy nagy lehetőség, szabadrugás, kapufa, fejes, az se, ez szörnyű lehet. És az marad meg benned, hogy mi lett volna, ha 11-es van. Hogy lehet, hogy fogható lett volna Argentina. Na mindegy, úgyhogy 5-5-2-t ledolgoztam. Nagyon jó, akkor már csak 10-zel vagyok. Mi van ma, milyen meccs, mondjátok? Érzem, mert most megfog. Nincs majd, ma meccs. Majd. Nincs? Én nem tudom. Azt mondja az Anna, hogy nincs meccs. Na. Szerintem most megvan a 8-at döntő, tehát mindenkiben van a legjobb 8 között, most kicsi pihi, és akkor utána elkezdenek. Akkor most fogadjatok arra, hogy van meccs, vagy nincs meccs. Igen, fogadjunk bármire. Szerintem most egy kicsi pihi van, és aztán indulnak a negyed döntők. Így van. Ugye? Vagy nem? Hát biztos, 8-ad után.
Ugye? Aha, ez lehet. Hát ha van nincsen, nem tudok fogadni, akkor lehet félfelé elmenni egy automatához, nem? Akkor most lett föl. Minden. Hát lett föl ezt a tizet. De miért ezt most adjam oda, vagy a végén számolunk el? Hát most ugye érdekes a dolog. Mert hogy mikor számoljunk el? Hát most adjam oda. Hát hó végén. Vagy várjuk meg a végét az egésznek. Csomó mindent kell fizetnem. Kérlek szépen, adom. Dehogy is, hát várj meg a végét. Érted. Lesz az még több is. Lehet, hogy még hozzá. Egy új napszöveget, Feri, hát azért. Gyerekek, abban a nagy pénzbe kéne fogadjunk, hogy odáig eljussunk. Á, nincsenek drága napszemegeim, mert hogy sajnos sokszor elhagyom őket, bár ezt nem, ezt most 3 évig nem. Na, mondom neked, hogy Franciaország, Németország, Hollandia, Dél-Korea, Argentina, Belgium és Brazília. Ezek vannak, hogy lesznek? Ki ez a Brazília? Kolumbia. Aha. Ezek lesznek majd. Ezek a negyed döntők. Jó, menő. Így megtesszük tétjeinket. Jó. Én már tudom, hogy ki, hol, mire teszek, vagy mire tennék, de majd te mondod. Jaj, gyerekek. Jó van, hogy állunk játékkal? 2-0. Jól, hasítunk, jól, megyünk. Így van. Nagyon szép, így 2-0 van. Mostanában érezzük ezt a dolgot. Igen. Megy ez nekünk. Igen, ne legyünk szerények. Vagy nem a... Vagy nem máskor sem. Máskor sem, de most 2-2-0-ra. Megyünk, úgyhogy ez egészen jó. Jó, tessék jelentkezni játékra. Ákos, mi újság van? Hello! Jó, az jó. Szevasztok, sziasztok. Azon gondolkodtam, hogy mindenkinek legyen valami alibije. Na. Hogy nézd meg az én fejemet. Szerintem nekem a vállam nincs olyan széles, mint a ti. Nekem csak hátizsáknak lenne jó a szemem. Jó, de és az eladás, érted? És ha az tegnap óta? Hát, most altatod egy hétig a napszemcsit, és aztán irány izé valamelyik ilyen árveréses. Egyáltalán nem értek a szemüvegekhez, úgyhogy fogalmam sincs, azt se tudom, hogy ha rá van írva és ideadod nekem, nem tudom meg. Mondjuk elég velmesen védekezel. Olvasni, vagy mi? Olvasni. Hogyha nem tud megmondani. Nem is hordasz a szemüveget? Hordok, de borzasztóan áll. Szóval nekem nem egyik se jó tényleg, mert annyira vékony a kis. Jó, hát ez ilyen nagyon terelős. Nagyon terelős. Ez a egy őhügyik nem bénál hangzik, igaz? Bejön, se köszön, és se semmi más. Nem én voltam. Viszont nem járok női WC-be. Ezt nem tudod, hogy mit hagysz ki. Egyébként. Pedig sokkal jobb az illat. Aha, én is ezt gondoltam. Bár néha rolít be. Figyelj, nézem egyébként, már 40 rúgóért fönn van egy ilyen. Igen. Most nézze, várja, mióta. Hol lehetett várni az Üllői utca 102-ben? A portán? Hogy mit írnak? Nem láttál egy napszemeget valahol? Nem láttam. Nem? Nem, ez nem a tied. Mi mit ír? Hogy női, hogy nem a Balázsé. Hogy korrekt tulajdonostól? Az a lejjebb, hogy nem a Balázsé. Mit ír, hogy korrekt tulajdonostól? Na jó van, gyerekek, hírezzünk akkor egyet. Van valami fincsi? Sok fincsi lesz. Sok negyed fincsi? Órányi fincsiség van. Jó van, meghallgatjuk. Parkolás, ilyesmi. Na, azt hallom, egészen zökkenőmentes volt, nem? Úgy tűnik. A Dél-Koreát, Kosztarikát mondtam. Na hát nem is tudom. Nem, Kosztarika helyett mondtál Dél-Koreát, de most, mi már nem merünk szólni. Hát most messze-messze. Hát te tudod, jó, a sportot, most én szóljak, igen, sportra. Szépen beadtam a Dél-Koreát. Hát jó. Zaklatott lelkiállapodó vagy a napszemüveg miatt. Így van, köszönöm. Köszönöm, hogy megmentesz. Fél hét van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek negyed órán keresztül. Közben, ha valaki szeretne játszani, írjon nekünk SMS-t, jó? Mi pedig jövünk a hírek után. 10:07, jó reggelt kívánunk mindenkinek az M3-ason, a Rétaljai pihenőnél, a 193-os kilométer szelvényben mérik a sebességet Nyíregyháza felé. Üdv a rádiós! Ó, köszönjük szépen. Hallod, Bari, a hírekben is mondták, jó idő lesz, napszemekre lesz szükség. Az. Szemetek. Így van. Szerintem ő vitt el. Aha, most próbál meg verőt találni, az Ákos. Ilyen megszólás után azonnal azzal indítja a híreket, hogy szükség lesz a napszemekre. Micsoda irónia ez? Szóltam a Zsülnek, hogy a következő hírek alatt túrja fel az Ákos cuccait. én is belenézek a táskámba. Jó, gyerekek. A dinnye nem gyümölcs, hanem zöldség kategóriában van hivatalosan besorolva. A hírekben gyümölcs lett, hibásan mondva. Hát szörnyű. Én kivégezném az Ákost. Hát a napszemüvegedet is elloptam. Na jó, van, én hátra megyek, megrúgdosom a csávot. Tényleg a dinnyét is elszúrja. Elharagudjatok. A dinnye, mint zöldség? A véleményes egyébként, de tök mindegy, szerintem. Igen? De tényleg zöldség? Nem tudom. De most én hát is gyümölcsbe tenném. Becsukom a szemem, amit a szépbe lennék. Na? Már látom ez egyébként az ebből készült posztot. Ismét hibáztak a szépben. Igen. Gyümölcs? Nem gyümölcs a dinnye? Ez fura, nem tudtam. Na mindegy. Jó, hát azért nem felháborodott hallgatók ezre írtak, hogy... Nem. Vézolika nagyon hasít, 180 000 megtekintés. Nagyon durva.
Elindítottunk egy lavinát, és soha többet nem fogjuk tudni megállítani. Gyerekek, minden idők legnagyobb nézettségi számot produkáló YouTube-os feltöltése lesz. Én már biztos vagyok benne. Irány a 300 ezer. Így van, nem sokára lealázza a thrillert is. Igen. Nem a WC-be hagytad a szemüveget, hanem Ray-ben. Hát most így alakult ez a... Hát gyerekek, hát néha WC-ben, néha Ray-ben. Hát most érted. Jó, ez szellemes. Jó, jó, jó. De biztos, hogy meg lenne már, hogyha ez polisz lenne. No, megtaláltam volna a belügyminisztérium. Tökféle és zöldséget írnak mindenütt. Na, látod, valaki nyilvános, foglalkoztat még az írom. Nyilvános akasztás az Ákosnak itt kint. Termesztés technikailag zöldségnek számít, édes ízet éveszt meg bennünket. Aha, hoppá. Remélem van még abból a benzinből, amit a múltkor hoztak be, én leöntöm el az Ákost is. Jó, én megyek meggyújtani. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Sziasztok! Robert vagyok. Hello, Robi! Robi, honnan jössz minket? Csornáról. Csorna. Ott mindig áll egy trafi. Így van, így van. Majd figyelek rá ma is. Hányszor megyek én ott át Csornán, nem is tudom, mindig arra megyek valamilyen. De haza is, tehát úgy. Igen. Szeretem azt. Ott van egy körforgalom, ott Szombathely vagy Sopron, ott visszafordulok és jövök vissza. Van. Most már lesz egy pár egyébként, külön építése miatt. Építik nagy erőkkel? Hogyne. Kim van mindenhol a 80-60-as tábla, úgyhogy... Azt nem is értem azt az elkerülőt, hogy fölmész az autópályára, vagy hát én autópályaszerű képződményre, mész egy másfél ott kilométer, egy aztán lejössz. Hogy az ott, és azt a se eleje, se vége, se folytatása, hát semmi. Hát csinálgatják tovább majd. Az M86, vagy mi az? Nem tudom. Hát még nem tudom. Majd mit csinálsz Csornán, mit dolgozom? Győrbe dolgozok. Győrben? A négy karikásnál? Hát így van. A Merci gyárba. Azt mondjuk, az komoly. Mi csoda egyébként? Mint mérnök. De nem vagy rá büszke, vagy de nem mondhatsz el, hogy nem. Diplomások is hallgatnak minket, de felemelő. Igen, de mérnökök egyébként. De ezt a nagy dugóba elfelengedik. Ma alá sem egy csak lasztefen jön be. Orvosok, mérnökök ritkábban játszanak, tényleg egyébként. Jól van, ki legyen az áldozatod, Robi, kivel szeretné játszani? Ferivel szeretném. Új, de jó. Így van. Kezdjük is el, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Robi, ti tervezitek is a motorokat? Tervezzük természetesen. Tehát ha vesz az ember egy négy karikás autót, akkor abban olyan moci van, amit ti rajzoltatok meg. Így van, persze. Jó, szereted? Azon szeretem. Ja, akarsz kérdezni? Így van. Tessék. Nos. Így vanon kívül mást is tudsz mondani? Hétvégén. Így vanon kívül tudsz mást is mondani? Természetesen. Melyek pálinka fesztiválra, Agárdra? Jössz? Jövök. Ott leszel, tényleg? Feri, mit csinálsz a hétvégén? Komoly kérdésem van. Megyek pálinka fesztiválra, Agárdra. Értetted? Értettem. De csak oda? Oda. És Füredre kimegy? Füredre? Mikor? Júli jött. Júli? Alfa City lesz. Feri. Lesz Alfa? Lesz City. Alfa City, így van. Jó, ide jó. Neked is az van? Így van. 155-ös szürke. Aha. Nem csoda, hogy ilyen jól el tudtok beszélgetni. Nem csoda, hogy ilyen egy hullámoszon vagytok. Nem csoda, hogy ilyen fantasztikusat beszélgettek. Azt a minden lény volt. Szenvedtem, mint disznó a jégen. Hát, mondom, volt egy erős játék. Megyek Agárdra. Na de hova mész? De mit csinálsz hétvégén? Mondom, Agárdra megyek. De mit csinálsz hétvégén? Hétvégén mit csinálsz? Mondom, megyek Agárdra. Jó van. Figyelj! Nem, komoly vita alakult neki fórumon, hogy jössze vagy nem jössze, meglepetés leszel, nem lesz vele, aztán mondom, utána, hogy rákérdezzek most már, hogy... Többször is megtetted ezt, igen. Egyenesen a forrásból. Figyelj, Robi, megadjuk, jó? Megadjuk, hát... Köszönöm szépen. Nehezen, de megadjuk már, hogy nem volt túl folyékony a játék, de a passzivitáshoz kevesebb kell, hogy szoktam volt mondani, úgyhogy megadjuk az ajándék csomagot. Gratulálunk. De milyen szempontból lesz-e meglepetés a Feri, hogy elfogadja a meghívást, vagy hogy odaér?
Mindjárt odaérek, ne haragudj. Odaérte. Ott pöffeszkedtél a csornai autópálya építésnél az autómba. Te senki most meg hátba szúrsz. Robi, de nyugtass meg, hogy visztek trélert is, tehát lesz azért ott egy-két, amit föl tudjátok emelni majd. Hagyjad, Robi, ne szólj, ne hagyjad. Trélert visztek. Hát tudod, az, ami olyan sokat utaztok. Az a te nagyon drága autód utazik rajta, az? Arra gondolsz. Amire azt gondoljátok, hogy az a tartozék. Igen. Aj, de mindig nem jó irányba mentek ezzel, srácok. Sokan vagytok. Elhúzzuk egymást. Most elhúzzuk, ezt azért is. Jó van. Tudom, hát ez a pánikszerű integetét is. Tarts ki, tarts ki. Jó van, Robi. Na, megadjuk az ajándékcsomagot, hogy odaadjuk, jó? Köszi, ciao. Jaj, gyerekek, elfáradtam be az egy percben. Mi is, hidd el, mi is elfáradtam. Legalább velem vagytok. Na jól van, 2 perc, szóval 7 óra jönnek újra a hírek, jó? A hírek után itt vagyunk is. 7 óra, 11 perccel jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak, itt vagyunk szerdán. Ez ugye a hét talán mondhatni legnehezebb napja, kicsit olyan... Nem, a hétfő az, ez már forduló, tehát legalább a felétől. Igen, a felétől már jó, önző szempontból 8 órától, de az csak nekünk jó, másnap még déltől vagy egytől. És csak ma mondom, hogy negyed döntők Wimbledonban. Azt a hogy én miért nem aludtam, érted, egész éjszaka, én hülye. Hát miért nem szólsz oda ilyenkor egy nappal előtte, hogy Ferko, negyed döntő van, pupi, figyeljél oda. Hát ezért van az, hogy ma a Federer, a Wawrinka, a Kyrgios, Djokovic, a Cilic, a Murray, a Dimitrov, mindenki ott van, gyerekek. Pupika. Pupikám. Úgyhogy... Így szóljál oda előtte. Nem tudsz aludni, mert pupika negyed döntő. Igen, ne csodálkozzál. Negyed döntők vannak. Nem túlzabáltad magad. Nem befálinkáztál. Nem ittál este. Nem. Pupika. Negyed döntő. Negyed döntők van. Wimbledon. Negyed döntő Wimbledon. Jó, úgyhogy... És ez végig közvetítik is? Hogyne, persze. Hogyne. Azért a tenisz súlyán alul maradt tegnap. Na. Kérdeztem a vendégeket, hogy mit akarnak nézni, mert tenisz ment, amíg nem volt meccs. Nem én kapcsoltam be, mielőtt aztán. És mindenki mondta, hogy hagyjuk ezt a baromságot, hogy inkább futball. Na, érdekes, mi? Hogy egyedül vagy ebben az országban. Kicsit egyedül maradtam ezzel a tenisz. Senki nem kérte tenisz paprikát? Senki. Az ég egyadt a világon. Nem baj, figyelj, én nézem. Még néhányan megjátszom is egyébként. De na mindegy, csak mondom, hogy van-e, ha esetleg oda kapcsolnál, vagy úgy nem tudnál magaddal, mit csinál délután, hogy mit csináljak, napozzak, fürödjek, mi legyek, hova menjek dolgozni, mi. Majd amikor kezdődik valami akkor fontos, negyed döntő. Nézel, akkor dob már rám egy SMS-t. Jó. Hát én a Federer Wawrinkát nézem szerintem. Jó lesz a Djokovicnak a meccse, és jó lesz egyébként. A többi az nem érdekel. Csak mondom, hogy azért már a hónapok óta mondod, hogy nem lesz neki új Grand Slam győzelme. Tehát elviekben a döntőben nem látjuk. Elviekben most odaérhet a döntőbe, mert hogy a Nadalt eltakarították, ő egyágon volt a Nadallal, elvileg odaérhet. Ha Wawrinkát legyőzi, ott lehet a döntőben. Úgyhogy ez még jó is lehet. Az még jó is lehet. Na de ennyit a teniszről. Ne többet, csit. Vagy még egy kicsit mondja? Mert még? Nem? De nem. Ha nem. M1-es 122-es kilométernél Pesteli tehergépkocsi gumia az úton, ezt pöcsös, vagy pocos, vagy nem tudom, ékezetek nélkül jönnek az SMS-ek, pöcsös, hívjuk így. Ő írta nekünk, Kővágóőrsön nincs Balaton. Köszönjük szépen. Taksonyban mérik a Varsány felül érkezőket Pest felé az 51-esen, vagy az 510-esen. Ezt Soci küldte nekünk. Igen, egészen pontosan Miklós felől. Taksony végében van a trafi, és a befelé jövőket mérik, ezt Kriszti is elküldte nekünk. Köszönjük szépen. A 8-ason mérik a Fehérvár felül érkezőket. Inotánál ott is mindenki menjen egy kicsit lassabban. És amit akartam mondani, hogy jövő héten pénteken pedig Balatonfüreden vagyunk. Bizony! Yes, de jó. Ez az Aquapark és a Klassz nyár második állomása. A fellépők tulajdonképpen ugyanazok, időbeli sorrendváltozás van, Rúzsa Magdi, Vastag Csabi, Ergo este, és akkor közben pedig ott Kaszatibi, Hiem, akik a délelőtti line-upban vannak, ugye? A nagy színpadon. Ne haragudjál, hogy jól mondod. A délelőtti line-upban játszanak, de a délutáni line-upunk pedig Rúzsa Magdi, Vastag Csaba és az Ergő zenekar majd 9:30. Egészen pontosan ez jövő héten pénteken, Balatonfüreden. Ha Szegeden már voltak. Csak Szegedön volt Ergő, nem? Jó, akkor legyenek újra Ergő. Mi legyen vele? Ezt azért mondjátok meg nekem. Hát figyelj, ígéret szép szó. Tehát mindig te szoktad mondani, hogy van egy csomó beváltatlan ígéretünk, na most ezt is megígértük, és nem hogy a 100 ezeret elérte,
Vézolika, hanem ennyi? Hanem most a 180 fölött van. Tehát 47.180 fölé. Figyelj, gyere velünk! Újra a Balatonon. Nehogy mit kapcsolod, de várj ennek a kezedre. Hova vigyük? Hova vigyük? Jöjjön, most nem tudok figyelni, várj egy picit. Kizárom, most minden gondom, bajom. Csak téged imádlak én. Szünet és Balaton! Ezelő naptűt, hűsítő a víz. Árnyékom meg fűt, számban a lángocsíz. Vízit biciklik, delfines csúszdás. Delfines csúszdás. Imádom. Csúszdás csopbanás. Csúszdás csopbanás. Ezeket, mint én akarom. Szóval, hogy hova Füred. Vigyük? Hova vigyük? Füred vagy Lelle? Füred. Hát Debrecenben már nem. Hát Debrecenben kimélyük meg a debrecenieket tőlem. Kettő van. Tehát, hogyha még Füredet valahogy lepatintjuk magunkról és alivizgetünk tovább, azért Lellére már kell vinni. Vigyük el Lellére? Csináljuk azt, minden? Hogy a Fürediek és a Lelleiek csapjanak össze. Ki az, aki nyomósabb indokat tud mondani, hogy hozzá ne vigyük? Hogy miért ne? Igen. Lehet SMS-ben jelentkezni, és aki nyomósabb indokot mond, oda nem visz. Nálunk nincsen delfines csúszás. Balaton. Tűnőben a nap korsó szélén van. Jó, ki kell találni gyereket, majd tele van haknival, főleg így, hogy most egy kicsit mi is befutattuk, és nehogy el kelljen ő ott péntek reggel 10 órára, vagy 9 órára, tehát hogy valamit csinálni kell velem. Jó, úgyhogy sürgősen ki kéne találni, hogy hát hova menjen. Hát meg kell nézni, hogy most egyáltalán ráérne, lehet, hogy már nagy színpados a Volton, nem? Hát figyelj, egyébként a Voltosok jó arcok, akik szervezik szerintem. Egy este 11-kor valamelyik sátorban, ha jó arcok lennek, egy dollár erejéig fölraknánk. Hát. Meghirdetnék és fölraknánk, hogy Vézolika. Volt egy idő, amíg egy Rebeka című dallal Ugrin Benedek. Hát hogyne, persze, simán. Simán egyébként. Na mindegy, jó, ez csak azért mondom, hogy közeledik az idő, és ne felejtjük el. Jó? Tehát, jó. Hogy, mert akkor beszélnem kell vele. Föl kell hívnom, kis barizni, megmondani, hogy addig ne tegye föl a haját a vaterára. Tehát, hogy... Igen, vagy vegyen újat addig. Vagy vegyen újat. Úgyhogy... Úgyhogy gyerekek, ez fontos. Közeledik az idő. Ez olyan, mintha raknunk volna alá van olyan vészjósó zenét, akkor ez van olyan post-apokaliptikus thriller kap. Igen. Szövege is lehetett volna. Igen. És Elmi kivel mi lehet? Hát Elmi kivel? Hát szerda reggel alszik, nem? Nyilván. Szerintem rápihen a hétvégi bulizásra, nem? Ugye? Hogy szerintem nem csinál most semmit. Szerintem nem. El nem tudom képzelni, hogy ő most így 48 alatt hagyja. Na, ne, nézzük csak. Hát ő is hihetetlen. És nézd meg, hát kifogyhatatlan. Hát mekkora hihetetlen mókamester. Mekkora mókamester ez a Miki. Na, a parkolási tapasztalatokat szeretnénk mi egy kicsit megkérdezgetni, ha lehet ilyen csúnyán mondani, mert hogy ugye tegnap volt egy nagy váltás, és egyik cég megszűnt, hogy meg akart-e szűnni, vagy nem, az egy másik kérdés, de hogy megszűnt, és ugye más társaság csinálja a parkolást. És ugye mi autósok vagyunk ennek az elszenvedői, akik hát kaptak némi türelmi időt, de mégis nézzük meg, csak egy-két tapasztalatot várunk SMS-ben, hogy sikerült az átállás, zökkenőmentes volt, ment, nem ment, mi a helyzet, hát ez sok autós életében ugye okozhat fennakadást. Rengeteg mindent olvas róla az ember, hogy most ez egy kicsit drágább lett, meg a tranzakciós díj, nem mindenhol ugyanannyi, meg mégse annyira jó nekünk, meg mégis jó, meg egy nap türelmi időt, de ma már nagyon szigorúan büntetnek. Hogy tegnap volt türelmi? Tegnap volt türelmi idő, én azt hallottam, talán pont az Ákosnál, igen, hogyha tegnap valakinek nem sikerült a parkolás, akkor azt nem büntették, ma már viszont egészen komolyan nézik. Igen, egy nap türelmi időt kaptak az autósok, hogy megszokják ezt a 810 helyett 763-os hívószámot, így van. 13. kerületben a szorgos parkolóőrök ellenőriztek, azt nem láttam, hogy aztán mire jutottak az autóval, de ott volt a parkolóőr, ugye leolvassa a rendszámot, és van egy ilyen elektromos ketyeréje, abba be kell ütni, és az jelzi neki, hogy a rendszerben van-e parkolás arra az adott autóra, és ott a fiú nagyon dolgozott. Aztán, hogy volt-e, vagy nem volt, és piros csomagot kapott, azt nem tudom. Hát új seprő, jó seper, biztos. Ja, friss munkaerő volt. Engem nem értek a számváltás, büntetnek arra. Én egy 5 helyen parkoltam tegnap, mindenütt tudtam telefonon parkolni.
És visszajött. És vissza is jött. Jó, amilyen vannak pozitív tapasztalatok, azért kérdezem, csak úgy néhány SMS erejéig, hogy mi a helyzet, kinek, hogy sikerült. Tehát megbüntettek-e valakit? Igen, pro és kontra elvárható egyrészt a szolgáltatótól, másrészt a szolgáltatást igénybe vevőktől egyfajta tolerancia, meg egyfajta türelem. Aztán, hogyha mondjuk a jövő héten is vannak anomáliák, akkor már szerintem ki lehet verni a palávert, illetve ne büntessenek meg addig senkit, amíg nem zökkenőmentes a rendszer átállása. Azért érdekes a helyzet, mert amikor te SMS-ben akarsz parkolást vásárolni, akkor oda is van írva mindenhová, hogy meg kell várnod a visszaigazolásos SMS-t, érted? Ha ez nem érkezik meg, vagy nem sikerül neked SMS-ben parkolóját venni, akkor kötelező vagy elmenni az automatához és készpénzért venni parkolást. Érted a logikát? Tehát az van, hogy ez továbbra is ez a szabályzás, ez érvényben van. Hát, tehát ha tegnap nem működött ez a dolog, akkor te nem hivatkozhatsz arra, hogy most maguk most álltak át, miért nem működött, ők azt fogják mondani, hogy és... akkor tessék elsétálni az automat, az is készpénzért jegyet venni. Tehát a parkolásra volt lehetőséged. De most Ákos, majd ha hallasz, vagy szól a rádió, akkor gyere már egy nem, most a napszöveget tárulja, nem érve. Igen, most már a bejövőket. Ákos, egyrészt add vissza a napszöveget, amit elloptál. Jó, ez a legfontosabb. Tegnap türelmi idő volt, ugye? Én ezt nem olvastam sehol. Nem mondtam, te mondtad ezt? Nem. Én azt mondtam, hogy az a bizonyos ZRT, vagy vállalat, vagy társaság, vagy akárki, igen, aki eddig felügyelte ugye a parkolást, az már nem szedhet ezért pénzt. Igen. És például voltak olyanok, akik tegnap előtt este vettek jegyet mondjuk SMS-ben, mert másnap reggel 8-tól parkolnának. Azt ugye még az előző rendszer érzékelte, és sokan azt írták, vagy azt lehetett olvasni, hogy elindult a parkolásuk reggel 8-kor, holott aznap már ugye az a bizonyos vállalat ezt nem tehette volna meg. És azért kérte a Nemzeti Mobilfizetés ZRT, hogyha valakinek ilyen visszaigazoló SMS-e érkezett tegnap még a 810-es hívószámra, akkor az nem érvényes, tehát hogyha megbüntették, az jogos. Figyeljetek nekem, azt mondjátok meg, hogy mi a helyzet azért legnagyobb félelmemmel, amikor egy ilyen határon vagyok. És leállok az autóval az egyik határon, aha, de én rossz, mi hülye vagyok, mondjuk, tételezzük fel. Sosz nem számos. Vagy hülye. Könnyen elfogadjátok ezt? Egyébként el, de ebben az esetben nem. Tehát minden más esetben elfogadom, most nem. És én oda megyek. Haladjunk. És én oda megyek egy másik zóna parkolási órájához, aha, és nagy lendülettel beírom. Tehát, hogyha már egységesítettek, nekem az a legfontosabb, hogy miért nem lehetett ezt akkor tulajdonképpen, ha ez a pénz már egy helyre megy, nem az önkormányzatokhoz. Mi a fenének zónázunk? Hogyha ezt nekem valaki egyszer megmagyarázza, értette, kiszállsz az autóba, látsz itt is egy órát, ott is egy órát, pont zóna határon megállsz, uh-huh, csak állj meg háromszor, megbüntetnek nagyon sok pénzt. Rossz irányba indulsz az autóda, és elmész a másikhoz. Beütöd, parkolását elindítottuk, beülsz, kávézol, intézed a dolgodat, visszajössz, kifizet 1200 forintot, 400 forintos óradíja, és van egy piros cetlin. És állsz hülyén, és nem érted, és kiderül, hogy be se tudod vinni megmagyarázni, mert rosszat indítottál. Mert mondjuk egy másik alvállalkozó, egy másik cég volt mondjuk az egyik utcában, és a másik. Így van, és a másik, már... a 30-21, a másik meg a tegnap emlegetett 0906 vagy 0609, tök mindegy, de én elindítom, tehát nekem ilyenkor 2 órát kell majd megnéznem újra, hogy el kell mennem az egyik órát megnézni, és menjek el egy visszacsekkoló másik órát, és az autómnak nézem meg, hogy a 2 óra között van-e? De, vagy ez ilyen, hogy lesz? Amelyikhez közelebb esik az alvás számot. Nem jó. Nem jó. Érted? Tehát zónahatáron megállok, nézek egyet balra, hát az elsétálok jobbra, és ha a 2 közötti egyenesben áll az autód, és megegyezik, elindítatod. Ha nem, akkor meg állját, vagy mindenki az óra köré gyűl, mint a kis csibék, akik az anyukájuk köré gyűlnek, hogy mindenki rá majd az órára, mert akkor biztos, hogy azt kell elindítani. Ilyenkor például mi van? Egyébként mindig a legjobb ilyenkor az, amikor elkapod a parkolőrt, és megkérdezed, hogy elnézést már, de akkor mi a kód? Igen, és én akkor nincs, én ezt ilyenkor csinálni. Nem lesz ott a parkolóőr, akkor tudja. Lesz, akkor keresed. Múltkor megálltam a Visegrádi utcában, ott a fodrászhoz mentem. Tök mindegy. Egy nagyon jó fodrász. Hoztak teát. De nem érdekes. De nem érdekes. Hol van? Hagyjuk. Volt egy pékség, vettem ki. Mondom, uram, ne haragudjon, itt jó helyen vagyok? Mert hogy mellettem megbüntettek valakit. Hát azt ő nem tudja, hát azok a közteresek voltak, ebből bilincset lát, én nem foglalkozik azért. De mondom, uram, az én autó. Hát azt nem, ez nem. Jó, mondom, uram, tudod segíteni, mert rohanok meg, te mondom, mi a kód? Hát csak nem képzeli, hogy én azt tudom. De mondom, uram, hát ott van maga előtt ez a kütyát, én valami alapján ellenőrzi. Jó, várjon. És akkor valahogy nagy nehezen előásta, és megnézte, de nem tudta fejből, hogy olyan 0602-es körzetet. Én szerintem fogalma nem volt. Amikor lehet, hogy
Mónika Sorajon. Vagy azt mondja, hogy 0-1-0-9-ig próbálkozzon. 0-1-0-9-ig. Üsd be mindegyiket. Szóval ilyenkor például mi van? Hogyha én rosszat ütök be. Hát, figyeljem, figyelnem kell a körzet határokat, ugyanúgy, mert én azt hittem, hogyha egy egységes mobil parkolási rendszer lesz, akkor ez azt vonja maga után, hogyha mondjuk ugye már nem az önkormányzatok kapnak, csak kevesebbet kapnak ebből, és ez egy helyre megy, hogy az egész rendszert effektíve egységesítik. Aha, okos gondolat, de az de önkormányzat továbbra is kap belőle pénzt. Kap belőle valamennyit, és ezért kell gondolom szelektálni. A hatodik és a hetedik kerület határán állsz, érted? A hetedik kerület betonját koptatod, aszfaltját, és a hatodiknak fizetsz? Na, tessék, látod? Tehát akkor is jó helyre kell küldeni a számot, vagy a az SMS-t, hogy oda menjen a pénz az önkorinak. Lekoptatod a festéket a izéről, aszfaltról. Ez ilyen esetben szerintem az lenne a korrekt, hogyha egy harmadik, például a 18. kerületi önkormányzat kapná meg a pénzt. De hogy már itt összeveszelek azon a pár forint. Ott nincs is nálatok parkolójegy, vagy kell? Nincs. Nincs 18. Nincs. Már ott már senki kijár arra. Jó ott élni. Hát a Jani a villamossal ritkán parkol. Egyébként meg igen, mindig a béketéren állunk meg. Nem tudom, kicsit azt érzem autósként, hogy nekem félnem kell attól, hogy bemegyek a városba és parkolok, nem? Tehát, hogy így tudod, ez a, ha te nem jársz utána, ha te nem tudsz mindent, ha te nem, nincs nálad apró, de a telefonod, tehát persze értem, hogy a szolgáltatást veszel igénybe, nézz utána, legyen nálad apró, dobjál be, menj be, csinálj, miért dobjál be egyszerre 4 órába, nem, te autóval jársz, igen, autóval jársz, nem? De kicsit mindig van bennem egy ilyen izgalom, hogy jót indítok-e, elindult-e, látja-e az ember, hogy nekem elindult-e, és folyamatosan indítok, tele van ilyen tranzakciós díjakkal a telefonszámlám, de mindig rettegek, hogy ott van a piros csomag. Mert ugye ez meg úgy 1400 forint az első nap, aztán a harmadik nap meg már mit tudom én 8-10 ezer. Tehát én stresszben vagy, hogy ez valahogy nem működik rendesen. Picit nem vagy kiebb, nincs egy jó fodrász. Hát, mert szerintem ez a sztori, ez inkább erről szól. Örülök, hogy megláttad ebben a lényeget. Értem, hogy lát, hogy meg, és hogy ráéreztél a lényegre ennél a témánál. Ez a probléma. Cserépfodrász, Balíva. Jó, hát ez meg ki. És megint egy téma, amit jól kiveséztünk, hogy én vagyok a hülye, hogy bejárok. És most akkor még nekem van kérdésem, mert tegnap szórólapoztak megint, az autók szélvédőire kitették ezt a szórólapot, ami nálad is nálad volt tegnap. Hogy most viszont, hogy lehet autópálya matricát venni? Ugyanúgy. Az marad. Ugyanúgy. Bemész a benzinkozra. De más. Az lehet? Miért ott maradt a 8100? Ott marad az a 8100. 8100. 81. Valami ilyesmi. Ákos, 800, 100. Kész, nincs benne. Ezért mondtam el sokszor a 763-at is, mert... Most ha tudod, akkor még kérdezed? Nem tudom, az a régi számot tudom. Megkérdezed, aztán kijavítod? Hát milyen ember vettek? A számot javítottam csak ki a 7, de azt mondták, hogy minden a 763-ra megy. Azért kérdezted, hogy villoghass? Nem. Hallod, Ákos, te hülye vagy ez, úgyhogy megkérdezek róla. Egy-két dolgot, amit tudok. Nem az volt, hogy minden a 763-on megy? Nem, az autópálya matrica az ugyanúgy marad. Na. De menjél be, azt vegyél a kúton. Yeah. A két croissant mellé, meg a vizet mellé. Kúton veszek. Az egyébként megmarad. És kérd el előtt az én pontgyűjtő kártyámat. Jó. Mert az már azért húzósabb. Én egy hallgató egyébként jó meglátás, és ennyire sekélyesek vagytok, hogy ezt se üteszetek be, hogy azért vannak a zónák, mert területenként eltér a parkolási díj. Tehát én alátok kérdezek, hogy miért nem egységes a parkolási rendszer, és tinek nem kezdtek el gondolkozni valójában, hogy Bali. Azért hát, nem kérdeztem rám egy tömegközleked, és gondoltam, hogy annyira nem lehet hülye, hogy ezt nem tudom. Ez teljesen logikus. Hogy más az 5. kerületben, más a 13. kerületben, más a 8. kerületben, más parkolási díjak vannak. Akkor a drágábbikhoz menjél. Abból baj nem lehet. Keressem meg. Jó, de ha, oké, de ha jó hiszeműen elindítom, és rossz zónába indítom, akkor van kegyelem? Nincs. Van barizás? Nincs. Hát szerintem nincs. Mert ugye én azt észrevettem például, hogy a körútnak egy csomó része, és ezt írják hallgatók, és ez tényleg így van, ez az több zóna. Az egyik kerület, másik kerület, más zónába tartozik. Na most, ha te neked jó a szemed, és te nem látsz parkolórát a kocsin, és átnézel a másik oldalra, és ott te meglátod a 08006-ot, és ezt vidáman elindítod, megvettem a parkolást, és én elindítottam. Hát akkor engem ne bántsanak. De nem oda vetted, ahova kell. Kesség? Nem oda vetted, ahol van egy repülőjegyed, ami, ami Budapestről Berlinbe szól. Igen. Akkor kimész a repülőtérre, nem ülhetsz fel a Budapest-Athén járatra, mert neked van repülőjegyed.
Ebben igazad van, Feri, te nézd, hát most meggyőztél. Na, de akkor ugyanez, hogy ide vettem egy parkolójegyet, de másik helyen parkolok. Na jó, csak nem lenne cél valahogy az autósokat azért valahogy segíteni? Vagy tudom, nyilván ezek ilyen irreális elvárások, meg a hülye vagy, fizes. Tudom, persze, megérdemled, fizes ki, hülye vagy, nem jól indítottál el. De például azt én észrevettem, hogy... Na ezt nem tudom, mondták-e, hogy olcsóbb lesz. Mondták, hogy olcsóbb lesz, hogyha jobb lesz az autósoknak? Nem volt ilyen. Nem mondták. De ezt mindig mondják, hogy ez maguknak jó lesz. Jobb lesz, de mondjuk nem is mondták. De például én indítottam pont tegnap, és a tranzakciós díj az egy kicsit magasabb volt. Drágább, igen, van, ahol magasabb. Tehát van, ahol magasabb volt. Eddig 75 forintos tranzakciós díjakat láttam, és most volt egy helyen, pont tegnap volt, amit azt hiszem 110 vagy 115 forint volt a tranzakciós. De az tele, az a szolgáltató? Igen. Az tehát szolgáltató. Kicsit változtattak a parkolásba, és akkor a szolgáltató azt mondja, hogy hát akkor emeljünk már. Egy szolgáltató maradt, igen. Feldolgozni. Aha. Gondolom, nincs akkora eltérés a korábbi meg a mostani parkolás díjak között, hogy már hogy egyébként, mint tudom én például, ahogy a bankoknál van, hogy egy bizonyos összeg felett már nagyobb tranzakciós díjat kell fizetned. Gondolom, itt azért nem ez történt, tehát ez a szolgáltató. Sajnos. Mm-hmm. Na jó. Eddig mindenki 75 volt, most egy maradt 75, a másik az azt hiszem 90, a harmadik 115. Nem volt jó napom tegnap, elhagytam a napszemegemet, megloptak, felemelték a tranzakciós díjamat. Hát elszúrták a hajadat. Nem is tegnap volt leszorvált. Nem, csak már morobogóval jöttem, azért láttad őket. Arra nem kell parkolás. Akkor járok, igen. De neked a plexire kell majd ragasztani. Hát most egyre nincs plexi, mert ellopták a napszemegemet innen a rádióból. 10 óráig önkéntesen vissza lehet hozni, akkor ejtjük a bűncselekményt. És utána mi történik? Amnestiát adunk, szemüveglopásra, jó? Utána indulnak utána a véremek. Utána megkereslek. Követni foglak, megtalálnak. Tényleg pontosan egy perccel lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire. Ha valakinek van tapasztalata, parkolt tegnap, megbüntették két zóna miatt, hogy ment utána, mi történt, írja meg nekünk nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 4 perc múlva. Szép fotban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Vannak SMS-ek, ugye a parkolásról beszélgettünk, hogy... Igen. Hogy kinek milyen tapasztalata van, mert hogy tegnap változott egy csomó minden. És július 1-től új parkolózónák vannak. Tegnap a 12. kerületben parkoltam, ami eddig díjmentes övezet volt. Tábla nem jelzi, hogy fizető övezet. A kihelyezett automatát rajtam kívül még 30 autós nem vette észre. A piros csomagot mindenki megkapta, egyelőre figyelmeztetésként még. Jó, hogy van-e? Az jó, az jó. Igen. Figyelmeztetésként adnak piros csomit? Mi benne? Ezt nem tudom, hát hogy ráírták, hogy figyelmeztetés. Igen. Színházba mentünk, a körútól 50 méterre mellékutcában parkoltunk, és késés lévén sietve csak a színház előtti óráról küldtünk méghozzá a drágább parkolást. Mire visszaértünk, ott a büntetés 4-5 ezres bírság, a békeltető testülethez fordultunk, persze elutasították, így röpke 5000-ért parkoltunk egy órát, soha többet mobil parkolás. Drágul a kultúra. Na, igen, igen. Zürichben fel van festve minden egyes parkolóhely, sárga privát, kék, kétórás fizetős, fehér ingyenes, tehát a színből tudod, hogy mire számíthatsz. A barátnőmet Pesten megbüntették, mintha nem lett volna jegye, mert az utca túloldalán vett jegyet egy másik zónából egyébként. Ugye, de ezzel nekem is ez a nagy problémám, hogy tényleg te jó hiszeműen parkolsz, nem arról van szó, hogy lusta vagy, és te még 6 helyen néz vagy meg. Nem akarsz fizetni, vagy nem akarsz fizetni, vagy. És utána sokszor tényleg úgy bánnak veled, mintha nem tudom, milyen bűnöző lennél, aki egyébként megvette a jegyet, csak rossz zónába, mert nem tudod, hogy melyik zóna melyikhez tartozik. Fogalmad nincs, de miért is kellene tudnod? Megállsz, ránézel egy parkolóra, megveszed a jegyet. Nem? Így van, két kerület határa egyik oldalon parkolsz, ott azon az oldalon pont nincs óra, nem ők följebb tették, vagy lejjebb, átnézel a másik oldalra, ott van, miért ne azon vagy meg? Simán meg lehetett csinálni azt, igen. Hogy akkor lenne mondjuk adott esetben egy harmadik díjszabás, mondjuk egy valamivel magasabb díj, ha te nem tudod eldönteni, hogy hova tartozol, és éppen nincsen arra idő, hogy ezen sokat adja, vagy keresi valakit, akkor egy, mit tudom én, egy 50 forintot többet fizetsz, aztán vissza a látásra. Azt mit mondanának, hogy akkor meg a gyanútlanokat meg így próbálják átvágni, hogy mindenkit rávesznek a drágábra. Hát az is nehéz. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de nyilván lehetne. Vagy az, hogy mindenhol egységes díj a parkolás, egész egyszerűen. Tehát, hát igen, csak akkor a 400 forintos belváros nyilván sikítana, hogy akkor most neki 175. Van. Hát igen, vagy akkor a külvárost emeled meg, és akkor az sikít, hogy az meg miért olyan drága. Az zónáknak, hogy alapvetően az ez egyik oka, hogy minél távolabb rakják le a belvárostól az emberek. Hogyne, igen, tehát ennek megvan az oka.
Márvány utca sarok befelé a városban, iskola előtt jobb oldalon más kerület, a bal oldala más kerület. Nem hívják fel a figyelmet. Parkoló automata fényévekre egymástól. Az utcai fodrászhoz szólt, hogy büntetnek, rossz automatába dobom a pénzt. Hány inger, írja Éva. De ez is érdekes. Igen, ugye? Igen. És itt is valahogy beleverődött egy fodrász. Itt van egy hallgatónk, Niki. Sziasztok, vagyok, igen. Hello, Niki, jó reggel. Jó reggelt. Na, mesélj, mi történt? Két zóna között álltál meg? Hát ez, mint tudod, kiderült, igen. Az történt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton haladtam, és a Paula Jede utcában álltam meg, ez ugye az Andrássy úttal párhuzamos utca, és amikor néztem már útközben a parkoló automatákat, hogy akkor majd hol fizessek, hiszen azért az időkényező, hogy én már előre mindig megnézem, hogy melyik parkoló automatát hol találom, és akkor arra indulok el, és akkor gyorsan ezt lerendezem. Mindig telefonnal parkoltam, és akkor is ez történt, de szóval februárban volt, és akkor a Bajcsy-Zsilinszky úton ugye behaltottam Paula Jede utcába, mentem visszafelé, nekem a Bajcsy-Zsilinszky út felé volt dolgom, ugyanaz a kerület, azt azért hangsúlyozom, nem mentem át az úton, hatodik kerületben voltam, mindkét parkolóautomata a hatodik kerületben volt. Én a Bajcsy-Zsilinszky útin megnéztem a számot, elküldtem az SMS-emet, visszajött a visszaigazolás, 440 forint per óráért parkoltam, úgyhogy nem volt arról szó, hogy én az olcsóbbat kerestem volna. Visszamentem az autómhoz, 3 órát parkoltam körülbelül, visszamentem az autómhoz, nem volt rajta csomag. Ezek után körülbelül egy hónap múlva jött egy felszólító levél a Terézvárosi Parkolhat parkolási cégtől, hogy nekem nem volt az adott időszakra parkolásom. Előkerestem az SMS-t, felhívtam az ügyfélszolgálatot, ahol megtudtam, hogy valóban volt nekem parkolásom, csak nem az ő zónájukba. Ezt nem igazán értettem, mondtam a hölgynek, az ügyfélszolgálatos hölgynek, hogy kezdem érteni, hogy itt miről van szó, de hogy méltányosságból nem lehetne valami kedvezményes lehetőséget, hiszen akkor már 20 000 forintról beszélgettünk, úgyhogy ugye nekem volt érvényes parkolásom. Mondta, hogy felejtem el, nem fogom megkapni ezt. Na látod, és ezzel van baj, tehát ezzel van a bajom, hogy te fizettél, jó, elnézted, és még azt is mondod, hogy tisztelt bíróság, elnéztem, hajlandó vagyok fizetni, de ne 20-at már, hát hadd legyen 5, kicsit kevesebb. Ezzel van a baj. Igen. Nem volt, igen, és az igazság érzetem azért minél erősebb volt, és konzultáltam előtte ügyvéddel, hogy akkor ezzel szemben menjünk el, vagy nem menjünk, mert tudom, hogy a pereskedés sokba kerül, viszont itt igazam volt, és ezt az ügyvéd is mondta, hogy itt igazamban nem arról van szó, hogy én el akartam linkeskedni. Volt parkolásom, 6. kerületben volt parkolásom, és amikor a tárgyalásra került a sor, ugye nem jelent meg a parkolócégnek a megbízottja, úgyhogy őket nem képviselte valójában senki. A lényeg az az volt, az első, két körös volt az első tárgyalás is, pedig ez egy ilyen kísértékű szer volt. A lényeg az az volt, hogy mindenki bizonyított mindent, melyik parkolóautomata hol volt, melyik házszám előtt, hogy én most melyik előtt álltam közelebb, vagy messzebb melyik találtam, mert ugye a másik automata, amin nekem parkolni kellett volna, azon szerepelt a Paula Jede utca, hogy amit ott váltok, az odaszól. Ez volt a Paula Jede utca és a Kádi Gyula utca sarkán. Jó, ez részletkérdés is. Igen, és én a másikhoz vettem a parkolmegyet, ahol tisztán emlékszem, hogy az volt odaírva, hogy ez a 6. kerületben érvényes, amit ott váltok. És mi lett a vége? Első fokon veszítettünk, én nagyon-nagyon csodálkoztam ezen, és nagyon betapostak az igazságérzetembe. A lényeg az volt, hogy mindenféle fényképekkel bizonyították, hogy én hol álltam, melyik automatán mi volt, és az volt a bíróságnak, illetve a bírónőnek a problémája, hogy én ugye lefotóztam, egy hónappal később, amikor én ezt a levelet készhez kaptam, hogy bizonyítsam az igazamat, hogy amelyik automatának a parkoló számára én küldtem az SMS, azon 6. kerület szerepel. És lefotóztam, vittem is a bíróságra, és az volt a problémája a bírónőnek, hogy azt a fényképet én nem aznap készítettem, amikor parkoltam. És ezért így nem tudom bizonyítani, hogy aznap, amikor én parkoltam, mi szerepelt a parkolóautomatán. Ja, Istenem, ez olyan, hogy mindenképpen meg akartak volna büntetni, hogy azért ez kicsit arról szól. Persze, tehát itt azért lehet jó hiszeműnek lenni, meg el lehet fogadni, hogy jó, rendben van, persze. Tehát, hogy látja, hogy ott van a parkoló, így, hát te megvetted. És akkor most mentek másodfokra? Igen, valahogy össze lesz a másodfok. Én nagyon-nagyon csalódtam, megmondom őszintén, az igazságszolgáltatásban.
kíváncsian várom a másodfokot. Mondom, sokkal többbe kerül már ez az egész dolog, mint amiről szó volt. Szóval ez az első csekk, amit én készhez kaptam, ez egy ilyen 20 000 forintról szólt. Úgyhogy persze volt a parkolásom. Hát most már 100 000 forint fölött tart a dolog bőlem. Az is egyébként megérne egy misét, hogy ahogy mondod, a parkolótársaságot nem képviselte senki. Nem szoktak képviselni. Aha, ez is tök jó egyébként. Akkor küldjenek oda valakit, mert ha te nem mész el, akkor viszont annak van retorziója. Akkor ők nyertek automatikusan, úgy van megfogalmazva a levél. Hát így jártam. És én viszem ezt tovább, én már beszéltem az ügyvéddel, ha másodfokon is veszítünk, akkor megyünk tovább. Ja, mi is szerettünk volna ma valakit megszólaltatni, de egy ötsoros közleményen kívül egyébként még egyelőre nem tudjuk, hogy kit lehet, mert hogy nem találtunk nagyon szóvőt, szerettük volna ugyanezeket a kérdéseket egyébként nekik is feltenni, hogy például ilyenkor mi van, vagy egy autósnak honnan kellene tudni, vagy miben segítenek az autósnak legalább, ha már az autósnak kell tudni, vagy mit lehet-e számítani méltányosságra, ha mondjuk valaki a másik oldalon veszi meg, és ugyanúgy kifizeti, hát igen, vagy még egy drágábbat vesz meg, ilyenkor mi lesz az elbírás, változik az elbírálási rendszer. Hát számos kérdés lett volna, ezt szerettük nekik is feltenni, de nem találtunk olyat, aki nyilatkozna. Mert ez egy új társaság mégis, jelenleg még a szóvivő a Batiznál gyakorolt. Képzeljétek el, még egy plusz információ, azon túl, hogy már ezen a vonalon is bőven igazam van. A másik dolog pedig az volt, hogy ugye ez egy pénteki napon történt, a következő munkanaptól, szóval hétfőtől kezdve ez a kettő cég, amiről beszélek, ugye két automata két külön céghez tartozott, ez a két cég egyesült. A következő munkanaptól. De elvileg már a pénz is majdnem oda ment. Tehát, hogy még jó is lett volna, ha másikat veszed, mert tök mindegy, mert ugyanoda ment volna. Tök mindegy lett volna, melyiket veszem. Szóval két ágon is igazam lett volna, ha a bírónő úgy gondolta volna, én nem értem, hogy mi volt a háttérben. Jó, mondjuk az ilyen bírónő is menjen a fenébe, aki egyébként nekik ad ilyenkor igazat. Tehát, hogy nyilván van, amikor az ember a sunyi és megpróbálja nem megverni meg olyan de kártyával parkol. De itt ugye nem erről van szó, és egy bírónő ilyenkor nem látja, és nekik ad igazat, teljesen egyértelmű, mondom, azért, mert te nem aznap csináltad a fotó, de ott van a parkoló, hogy egyébként tényleg menjen a fenébe. Az egy kis életszerűséget azért csempészünk már bele a dologba, miért mit csináltál. Tehát tudod, ha ezt ő megcsinálja, és utána ezt majd vele megcsinálják, akkor viszont meg nem tudom, elmegy Brüsszelig, vagy bárhova. Érted? Közben pedig itt elkasszál valakit. Igen, aljas mondjuk, hogy felragasztottad azt a cetlit arra a parkoló órára. Ez tényleg nem volt szép. Aljas és ügyes. Legyártatod, érted? Tehát egy darab ilyet legyártatsz, odamész, ráragasztod, lefotózod, ne haragudj, de tényleg. Komolyan, Niki, tehát felháborító a viselkedésed. Igen. Niki, köszi, hogy elmondtad ezt. Sok sikert másodfokra. Ciao. Ne hagyd annyiban, menjél tovább. Tehát hát járd végig. Hagyom. Helyes. Küzdjél. Jó van. Ciao. Sziasztok. Ciao, hello. Szia. Hát igen. Valahogy nem tud ez működni nálunk. Sok minden nem, de hogy ez se. Nem? Meg ami nagyon hiányzik ebből, az a rugalmasság továbbra is. Tehát, hogy gyakorlatilag az állampolgárnak semmilyen irányban nincsen semmiféle szabad tere, ahol mozoghatna. Hát, hogy legalább ennyi lenne tényleg, hogy az, hogy oda viszi azt a fényképet, és akkor rajta van a matrica, és akkor nem mondják azt, hogy hogy de nem aznap fotózta le, hanem másnap. De nem kéne, tehát nem juthatna el idáig abban az esetben, ha te egyébként kifizetted a parkolásodat, csak voltál olyan hülye, én is voltam, igen, mert szerintem mindig, hogy a másik automatába fizetted. Ennyi, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy fizetni szerettem, igen, volna, sőt, fizettem van, is. Érted, ott van, és azt mondják, hogy jó, legközelebb figyeljen már oda kicsit jobban, semmi baj, akkor a büntetését. Mennyi volt a különbség? Tessék itt egy csekk, fizesse be. Vagy az, igen, a kettő. Ha tényleg, ha az olcsóbbat vetted meg, és a drágábban parkol. Bukik rajta a pénzt ilyenkor a parkoltás? Nem. Itt egy csekk, fizesse be. Nekem az a fura egyébként, hogy az Ákos is próbálta őket tegnap előkeríteni, hogy elindul egy új dolog. Nyilván a híradók, a különböző médiumok, rádióállomások, mindenki próbál velük beszélni, hogy mégis miben változik. Hát mi, akik ezt igénybe veszük, szeretnénk tudni és feltenni néhány olyan kérdést, amire mondjuk a mi hallgatóink is kíváncsiak. És hogy nincs egy arc ennek a dolognak. Nincs valaki, aki kiáll, és azt mondja, hogy igen, mi vagyunk, itt vagyunk, ezek vagyunk. Tehát, hogyha a híresek se tudják előkeríteni, mi is próbáltuk egyelőre, nem kaptunk egyértelmű választ, most ki nyilatkozik, hogy nyilatkozik, milyen minőségben nyilatkozik, ki ő, mi ő, semmi. Nem. Tegnap egészen sokáig nyomozta a Juli. De ez is fura, nem? Hogy elindul most valami, és nincs ott egy arc, aki azt betelefonál nekünk, és elmegy, gyerekek, én vagyok, itt vagyunk, ez lesz.
segítjük az autósokat, persze. Így is rossz a hír ennek az egésznek, így is lelett ez már egy csomó járatva, így is mindenki kicsit átvágásnak érzi, hogy ha fizet súlyadót, ha fizet egy csomó adót az autójára, még miért fizet egy sima, egyszerű, üres parkolóhelyért, de kell fizetni, sok országban fizetnek, nincs ezzel baj. Hogy valaki álljon ki arccal és mondja azt, hogy ezért és ezért, ennyibe fog kerülni, kedves autósok, ennyi a türelmi idő, tessék figyelni, segítünk, amiben tudunk. És egyből lenne egy bizalmi viszonyod a parkolással, nem? Tehát egyből úgy éreznéd, hogy igen, te fontos vagy, hiszen a te pénzed, te hagyod ott, abból épül majd valami, annak egy részét kapja meg az állam, annak egy részét kapja meg a költségvetés, annak egy részét kapja meg az önkormányzat. Tehát te, mint autós, fontos vagy nekünk, hiszen belőled is élünk. Amellett, hogy egyébként egy csomó minden más járulékot, adót kifizetsz a te saját autódra. Hát meg lehetőség legyen az, hogy nyilatkoznak, vagy sem, hanem kötelesség. Tehát, tehát én például, ha egy ilyen cégnél lennék, a legfontosabb lenne, hogy megtalálják ilyen szóvőt, aki kedves, aranyos, és elmondja, hogy de még csak azt is mondhatja, most ez egy tök másik cég. Nincs eddig jó híre. Mindent megteszünk, hogy ezentúl mondjuk könnyebb legyen, jobb legyen, zökkenőmentesebb legyen, és hallanik egy ilyen nyilatkozat, és azt mondanám, hogy de jó. De jó, tehát valami elindult, valami kicsit megváltozik. Már úgy mész parkolni, hogy nem rettegve nyomod be az órát, meg dobod be az aprót, és figyelsz minden őrt, hogy van-e piros csomag, hanem azt mondod, hogy vagyok annyira fontos, hogy ne az legyen az első, hogy megvágjanak, hanem mondjuk egy-két napig ezt kapom, azt kapom, odafigyelnek, segítenek, nem? Kiállna egy ember, mondana 6 mondatot, és azt éreznéd, hogy na jól van. De így, ezzel most nem értem semmit. Drágább, működik, nem működik, segít, nem segít, egy csomó minden van. Tehát, hogy szerintem ez nonsens, nem? Az, teljesen. Nem így kellene és csinálni. Most érted, 300 olyan SMS jött volna inkább, hogy gyerekek nagyon rendesek voltak, mellé parkoltam, másikra mentem, és azt mondtam, hogy oké, elfelejtsük el, vele legközelebb figyeljen. Miért nem ilyenek jönnek? Igen. Jó, hát ha találunk szóvivőt, akkor megszólaltatjuk, megkérdezzük ezeket a dolgokat. Jó, most pedig játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Hello. Móni. Igen. Móni, mit csinálsz? Dolgozom, most épp reggelizünk. Na, mi a reggeli? Padlizsán krém. De jó. Mivel leszitek? Csak úgy üresen, vagy kenitek valamire? Hát kenyére, és én sajta. Aj, de jó az. Nem ettem semmit. Ez jól hangzik egyébként. Hányan vagytok, Móni? Hárman vagyunk. Hárman, és milyen munkahely ez? Egy nyomda. 10. kerületbe. Nyomda a 10. kerületbe. Mit csinálsz ott a nyomdában? Nyomdász vagy? Könyvkötő, de a nyomdában, igen. Jó, van, csendesek a kollégák. Izgulnak, esznek, vagy hát esznek csöndben? Tele szájjal oda csücsültek a rádió mellé, és hallgatják, hogy mi történik. Hát na, most fölállt mindenki, az a rádió körül van, nem veszik senki. Jaj. Hát, de ti szerencsések vagytok, Balázs, már még nem vett semmit, de nem is tud. Nem jó, eltűnt a napszemüvege. Ellopták a napszemüveget. 10 óráig bárki beismerheti, napszemüveg amnesztiát adunk. Ha hazahozzák külföldről a napszemüvegeket, jó? Nem kell fizetni utána. Nem jelentjük a rendőrségnek. Haza, hívjuk a trütkot. Igen. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Zordvidéken van. Bizony. Zordvidéken. A maláj dzsungel. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit énekelnek. Na! Aha. De, akár a ennyi. A Gangnam de már. De már. Így van. Adok egy újat. Ennyi. De már. Ebből nem szabad többet megmutatni. Lehet, hogy akkor legfeljebb még egy ajándékcsomagot nyerek a kolléganőmnek. Figyelj, ez egy... Tudtuk, hogy nagyon ismerős, ezért nyomtuk ilyen rövidet, de ha ennyiből megvan, ezzel nem tudunk mit csinálni. Hát ez az eredeti volt. Ja, az nekem se tűnt föl. Hát nem tűnt fel. De most már mindegy. Nem tűnt, mert ez kellett volna. Ez nem Móni hibája. Ez kellett volna ehelyett. Mi ment? Jó, gyerekek, ami azt be kell vállalni. Ha mi hibázunk, az nem a hallgató hibája. Jaj. Nem vagyunk mi parkolási társaság. Nem? Móni, megvan az ajándékcsomag. Nagyon szépen köszönöm. Ügyes van. Nagyon így voltam. Figyelj, hát elnyomtuk itt egy gombot véletlenül, úgyhogy megmutattuk az eredetit. De nincs ezzel baj, mert hasonlított az eredeti a másikhoz. Tudták a csajok, vagy ők is mondták? Ők is mondták, tudták, igen. Hát egy csaj van, és a volt vőlegényem, mostani férjem. Volt vőlegény, de jó. Volt vőlegény, most már fér. Igen, jól van, küldjük nektek az ajándékcsomagot.
Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Köszönöm, minket hallgatok. Ciao. 2 perc van pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, ha valaki látta a napszemüvegemet, legyen becsületes. Nekem az fontos, hogy nem egy drága napszemüveg. Adja vissza. Akkor még nem állítok rá embereket. Nem kezdjük így el van. Keresni. Nem keserítjük meg az életét. Nem állunk bosszút. Nem nézzük meg hol. Ha valaki esetleg nem tudná, Balázsnak az életében nagyon fontos szerepet játszanak napszemüveg, általában az utazásaihoz kötődnek, ezt például Bulgáriában vásároltam, ami eltűnt, és most van egy az asztalán, amit például Prágában. igen, piros csíkkal. Nem, tényleg nem egy drága napszemüveg, tehát hogy nem arról van szó, csak szeretem, 3 éve velem van, és tegnap ellopta valaki, vagy eltűnt, most még fogalmazzunk így inkább, hogy eltűnt a női mosdóból. Beesett a tükör mögé. Beesett a női fajancba. Letettem a pultra, és hát végülis egy cég vagyunk itt, annyi mindenki dolgozik, különböző médiumok. Hát micsoda lehetőség ez, hogy valaki visszaszerezhess. Most és besétál. Azt, nem loptam el, itt van, nálam volt, de eltettem. Nem fogok úgy nézni rá, mint aha, persze. Megijedtél, aztán visszahoztad. Uh-huh. Hát elvittem. De nem mondd ezt, tehát így nem fogja visszahozni. De valaki megtalálta, vagy esetleg azzal a szándékkal tette el a táskájába, hogy bújtatja egy ideig, és ha nem nagyon jelentkezik senki, akkor utána majd ez előkerül. Adja már vissza. Jó, vegye le a vateráról, vegye le a jófogásra. Most még nem késő. Tényleg. Hallott kincsem, virág. Nagyon tetszik a Balázs bácsának, hogy veszek helyet egy Transformers-t, holnap vissza kell hoznom. De az se baj, ha most otthon van, még berakja, elvitte, és valahova ide leteszi, vagy leadja a portán, vagy a Norbinak, bárki, csak tényleg. Ezek kis fontos napszemüveg volt ez. Igen. Ne keresd a napszemüveget, tegnap este megvettem jó drágán egy internetes portáról. És amiket mesélt nekem, azt tudna mesélni. Krisz egy boldog napszemüveg tulajdonosa. M0-ás, az M5-ös irányába torlódik az Ecseri csomóponttól, sávlezárás a Vasúti hídon, de senki nem dolgozik rajta, ezt Fabandita küldte nekünk. Aztán az M1-esen Győr felé a 95-ös kilométernél nyerges vontatónak eltörött a visszapillantó tükre, ráborult az egész kamion. Alakul a dugó. Miért nem lehet egyszerű közlekedési híreket írni? De jó, ért szellemes volt. Köszönjük szépen. Edem küldte nekünk. Aztán Szentendre 11-es út, Városkapu üzletház, Budapest felé haladókat háromlábú állóval próbálják gyorshajtáson kapni. Ezt Adi küldte nekünk. Adinak is köszönjük szépen. Ezek a legfrissebb hírek. Figyelj, azt meg tudnád esetleg tenni, hogy a napszemek helyett felajánlod azt a tököli dizájnú bőris ingedet, amit a Rózsa Gyuri stévé felvételen használta. Azt láttad, hogy most már szövegbuborékok is készülnek, egyébként a Rózsa Gyuri felvételre, a Gyuri szájába is adtak szöveget az én számba, és illetve a mögöttem ülő kis és mire gondoltak? Ájult lány szájába is. Picit aljas. Picit aljas szöveg, de hogy most már ez az internetes szubkultúrában ez most már nagyon megy. Nagyon jó, mém lettél. A szövegbuborék gyártások. De én azt az inget megtalálom otthon. Jó, meg drága kell anyámnál, lennie. És akkor ezt én odaadom cserében. Ugyanúgy, ahogy aznap este a felvétel után letetted. Valószínűleg többet nem vetted föl, mert senki nem látta. Ha még édesanyád sem emlékszik rá, hogy a családból valaki ilyen lett volna. Habár ott volt Dezső bácsi. Vagy egy MTV-s díszletraktárban fekszik szegény. Azóta se tudom, mit csináltam egy leg-leg-leg forgatáson 1992-ben. Uh-huh. Az nem lehet, hogy ajándékba kaptad ezt az inget valakitől? Dezső bácsitól, aki jön, és mondja, kisfiam, nem tudok neked semmi mást adni, 8 évet ültem a csillagba. Kihozhattam magammal az inget. Odaadom neked. Én meg fölvettem. 17 000 lájkolták eddig az oldalunkon a képet. Mindannyian sajnálatban. Így van, és még 13 000 a kasszának az oldalán, pluszba. Tibi is megosztotta? Aki, igen, ő is azért megosztotta így Az szép. A kedves rajongóival, úgyhogy azért az elég szép. Ez ilyen Backstreet Boys-os helye sok mindenkinek volt. Akkor nem akartál a Backstreet Boys-ra hasonlítani, most derült ki, hogy te akkor arra hasonlítottál, akkor nem is tudtuk, hogy nagyon ki ő, de hát ez, figyeld, az egy fortulás haj volt. Iránymutató, ha igen. Na, visszatérünk egy olyan történetre, amivel már foglalkoztunk a múlt héten. Úgy látszik, hogy ma kicsit ilyen közszolgálatibbak vagyunk, mint szoktunk lenni, de ez nem baj. Mert ugye, hogy volt az a bizonyos úszóverseny a Balatonon, amikor is rengetegen megbetegedtek, ugye híres úszóink is. Köszönjük Riszta Véva és egyébként Gyurta Dániel is. Gyurta Dani is így van, kórházba került, és hát aztán mindenki fotókat készített arról, hogy mi úszott a Balatonon. Ugye próbálták találgatni, néhány ilyen azt nyilatkozták, hogy ott a vízminősége ott is kiváló. Érdekes, hogy azért utána sokan kórházba kerültek. Most már nincs semmi baj a vízzel, nem riogatásról szól ez az egész.
csak elindult egy ilyen találgatás, hogy mégis mi úszott a vizen, uh-huh. és hogy került az a vízbe. Ugye? Árva, szúnyog, lárva, bőr. Árva, szúnyog, lárva, bőr, így van. Mert hogy állítólag azok is ugye feljönnek így a víz tetejére, és ilyen hálószerű, ilyen mosszatszerű, ilyen nagy foltokban úszkálnak. Mégis valaki beteg lett, kiderült, hogy ugye hát emberi fekália került a vízbe, és akár csak egy kicsi kis darabocska ott úgy elúszott, emiatt betegedtek meg százan. És elindult egy ilyen adok-kapok, leginkább a hajósok és a Bahart között, hogy most akkor lehet-e a tartályt a vízbe üríteni, mit csinálnak a balatoni hajósok, ki hova üríti, a nagyhajók, a kishajók. Illetve, hogy a kikötőkben megvan-e a tartályűrítési lehetőség, mert a Bahart azt állítja, hogy több, mint egy tucatnyi kikötőjükben igen. ott van. És a Schwabi ugye, mint tapasztalt vitorlázó, nyilatkozott az Origónak, és elmondta, hogy a hajó tulajdonosok nem tudnak mit kezdeni a WC tartályuk tartalmával, mert hogy a kikötőkben nincs arra lehetőség, hogy szabályosan kiürítsék, és ezért ugye tulajdonképpen nincs más választás, mint hogy a vízbe te ezt beletörsz. Na most azonnal nyilatkozott, reagált a Bahart, aki elmondta, hogy hát a Schwabi hülyeségeket beszél. Így van, és csak van tartály. Mert hogy ugye kétfajta tartály van, a beépített és a kivehető, a beépítettre van lehetőség, hogy nagyobb kikötőkbe azt leszívják, mint ilyen porszívót itt beledugnak, a kivehető pedig te szépen kiemeled, leöntesz ott mindenkit, aki éppen pezsgőt iszik, eperre. Igen, és a kivehető tartály pedig kiviszed és kiürített. Tehát valaki most akkor terel, vagy valaki nem azt mondja, ami a valóság. Hát a Schwabi ugye hajózik, nyilván ez egy saját tapasztalat. Évek óta nagy balatoni... Itt próbálja megmagyarázni. Vitorlázó hírében. Hogy úgy a dolgokat. Így próbálja megmagyarázni, hogy miatta ugye tönkrement egy úszóverseny. Nem, ő egyébként azt mondja, hogy ő például nem is engedi a hajóján, hogy használják a WC-t. Tökre megértem. Abszolút megértem. De én nem azért. Ismered a baráti köré? És tudom, hogy mit fogyasztanak. Ja, tehát nem a hajó WC-be, hanem egyből a vízbe. Mi? Nem szerencsés. Hát nyilván tényleg kétfajta tartály van egyébként. Ezeken a hajókon van, ami a mobil tartály, meg van, ami a beépített. Most a beépített, abban van egy vegyszer, ami elvileg közömbösíti, és akkor te ott azt úgy szépen le tudod szívni. A mobil tartályt is tudod közömbösíteni, azt szépen kiveszed, kiüríted, x ezer forintért neked bizonyos helyeken leszívják, de nem szerencsés. Szaga van, rosszul néz ki, tehát te elmész vitorlázni, ugorjál be a Balatonba, ahogy ugye itt történt. Sokan teszik ezt, vagy ami még szerencsésebb, hogy a felszállás előtt menjél el, és akkor ott szépen dobjál ki magadból. És egy hetes túrán vagy? Ritka az egy hetes túra azért a Balatonon. Igen? Hát, nagyon-nagyon kamikázinak kell lenni. Hát valahol kikötsz, megállsz. Igen. De van, aki nyilván csinál egy hetes túrát is. Úgyhogy megpróbálunk ennek a dolognak utána járni, mert mindig érdekes, a két totálisan ellentmondó dolog találkozik, vagy egymásnak ellentmondó nyilatkozatok vannak. Nem, Schwabi azt mondja, nem lehet, Bahart azt mondja, már pedig lehet. Uh-huh. Ugye? Mind a ketten, hát ugye nyilván tudják és értik azt, amit érdekes. Beszélnek. Hát a Bahart csak tudja, hogy építette ilyen hát helyet, vagy nem. Ilyenkor ugye a laikus ember azt gondolja, hogy próbálok meg tényleg józan paraszt észre gondolkodni, hogy valaki nem mond igazat. Nem? Tehát, hogy most amit mondott a Bahart, hogy tizenvalamennyi kikötőben van, és nem, hogy mi van, ha a Schwabi nem ezekbe jár. Na, mondjuk ez is. Ugye? Igen. Hát... érted, akkor mindjárt megdőlt az egész, mert a Bahartnak is igaza van, a Bahart se hazudik, a Schwabi se hazudik. Van, de a Schwabi azt mondta, hogy sehol nem lehet ezeket a tartályokat kiüríteni, tehát, hogy erre nincsen lehetőség. Ugyanakkor persze azt is mondják, és azért nem minden dolog hozzátartozik, hogy az igazi hajósok, akik kiismerik a körülményeket a Balaton körül, azok jobban tisztelik a tavat annál, mint hogy beleereszték, és általában, amikor ez megtörténik, az ilyen úgynevezett ilyen nagy hajóktól származik, olyan motoros hajókból, amiknek elviekben nem is lehetne közlekedni. Na, de azt viszont nem tudom elképzelni. Tehát, hogy mondjuk a nagyobb hajók, az utasszállító hajók, azoknak zárt tartálya van. Nem az utasszállító hajók, hanem azok, akik ilyen idén jelleggel vagy, tehát nem az igazi hajósok, nem az igazi vitorlások, akik hosszú évek óta lejárogatnak, azok, akik valahogy nem tisztelik, úgymond, jobb ilyen így fogalmazom meg a dolgot, a Balaton. Na, mindjárt meghallgatjuk egy tapasztalt vitorlás véleményét. Schwabi András, jó reggelt kívánunk! Hello! Hello, sziasztok! Hello! Ezer éve. A ügyekben mindig szállhattok rám, sziasztok! Így van. Hát tudtuk, hogy hozzá kell hívni. Azonnal téged kell hívni. Nem hagy szarba minket. Nem miattad maradt el az úszóverseny, ugye? Vagy nem miattad került? Nem te jártál arra. De elmaradt? De hát mégis nem elmaradt, ugye tulajdonképpen arról volt, hogy megbetegedtek, aztán sokan nem úszták. Tehát a fele csapatnak. Kigyírták a félmezőnyt. Igen. Na most mi van, mert itt két ellentmondó nyilatkozatot olvas az ember, és ilyenkor sose tudja, hogy mi az igazság. Te azt mondod, hogy nincs rá lehetőség, hogy a hajó tulajdonosok a WC tartályuk tartalmával kezdjenek bármit is, mire a Bahart azt mondta, hogy nem igaz, amit egyébként
Svábi úr nyilatkozott, mert hogy lehetőség van a Balatonon rengeteg kikötőben üríteni a tartályt. Most hogy van ez? Ez tipikusan ilyen tökhendien és nagyképűen kezelt kérdés a Bahac részéről, mert mond valamit, aminek van egy némi valóságtartalma, de a helyzet teljesen másképpen van. Ugyanis a Bahac azt mondja, hogy a kémiai vagy biológiai vécéket lehet üríteni a Balaton partján, ami a kisvitorlásoknak van ilyen vécé, ez egy kivehető tartályú, az előírásoknak megfelelő vécé, és az valahogy egy ilyen, van benne egy ilyen emésztőszer, ami megemészti a fekáliát, a mindent, amit beletettek. Most ilyet nem nagyon használnak a balatoni hajósok, a kis hajókon van ilyen, az előírásoknak megfelel, aki beteszi, az utána megpróbálja elkerülni ennek a használatát, mert elég gusztustalan, visszataszító, büdös, stb. Ezért fogod, kiemeled, kiviszed a partra, és elvileg ott kiöntöd, ugye? És elvileg kiöntöd. Na most ez a biológiai WC. A másik, ami viszont a balatoni hajóknak a többsége rendelkezik vele, az a tartályos WC. Most a tartályos WC-t nem lehet a Balatonon. Az a beépített tartály. Egy-két kikötőben lehet üríteni, vagy leszippantani. A Bahart erre a kérdésre tényleg magasról tesz rá. Nincsenek a Bahart kikötőjében a tartályos vécék, a vitorlásai tartályos vécének a leszívására alkalmas pumpák, vagy szivattyúk. Úgyhogy ez a kérdés teljesen megoldatlan, és most ami történik ennek kapcsán, a nyilatkozott háború kapcsán, az pedig az, hogy megpróbálják besüpörni az asztalára, hogy ez a probléma igenis nem létezik. Aha. A probléma létezik, a vitorlásoknak ez rendkívül zavaró, mert ugye nem csak szeretjük a természetet, hanem viszonyatosan tiszteljük. Kim vagyunk a vízen, az elemekkel harcolunk, amikor vitorlázunk. Tehát mindenki megpróbálja elkerülni, hogy szennyez a Balaton. De még egy barac magot se dobunk bele a Balatonba, nem hogy bármi annál fertőző vagy. És akkor mi van? Tehát használja valaki a beépített tartályt, és utána nem tudja leszívni? Tehát akkor mit csinál? Hát megpróbálják akkor... az emberek nem használni. Jó, hogy megpróbálod nem használni. A vitorlások egyetlen egy megoldás van erre, hogy nem használják a... Megpróbáljuk ugye a parton elintézni a dolgukat, és nem használni a WC-t, ugyanis ez tényleg megoldatlan a balatoni kikötőkben, a Bahart által kikötőkben pedig végképp. Azon is nevettem, amikor most olvastam a nyilatkozatuk, hogy azt mondják, hogy Fonyódon van egy pumpa, amivel le lehet szívni. És mutasson nekem a Bahart egy darab e-mailt, vagy levelet, vagy bármit, de erről tájékoztatok volna bennünket. Én ismerem a Fonyódi kikötőt, van 2 darab vendéghely jelenleg. Nincsen. Én legalábbis nem láttam ilyen bumpát, ami le tudná szívni a fekáliát. És a kivető tartálynál, csak hogy a gyakorlati részlevés tisztában vagyunk, ott is csak annyi történik, ugye, hogy elsétálsz a legközelebbi WC-ig, nem? És akkor oda. Ezt megmondom, hogy nem tudom, valószínű, hogy ennek van valamiféle ürítő helye. Nem gondolom, hogy a WC, de még ezt se tartom kizártnak, hogy oda teszik bele. Nem akarok olyanról beszélni, amit nem ismerek, mert a balatoni hajók többsége, mondom, nem ilyen. Ezek a családi vitorlások, ezek a 20-25-30 lábas vagy annál nagyobb vitorlások, azok mind tartályos vécével rendelkeznek, és nincs rá megoldás, hogy ezeket a tartályokat leszünk. Na most, tehát ennek tök ellenkezőjét mondja a Bahart. Hát ez az. Nem ez lehet, hogy van, csak az, neked nem szól. Nem lehet, hogy nem szeretnek téged? Nem lehet, hogy neked nem szóltak? Vagy ez hogy van? Hát azonos dologról egy viszonylag kicsi tú környékéről, tehát két teljesen ellentmondó dolgot hallunk. Igen, mert ők a tartályos, vagy a kémiai vécékről beszélnek. A kémiai vécék, aha. Így van, ami teljesen más. Tehát ugye ezeknek a kikötőknek, a Bahart által kezelt kikötőknek, én ismerem nagyon jól a Szigligetit, a Badacsonyit, a Keszthelyit, a Fonyódit, én általában ezekben a térségekben vitorlázok, mert nem vagyok tapasztalt vitorlázó, azt írták, hogy tapasztalt vitorlázó Svábián. Ne szerintem. 6-7 éve vitorlázom, tehát lehet, hogy pont azért zavar engem ennyire, mert egy ilyen új érkező vagyok ebben a közösségben, nem is vagyok nagyon jó vitorlázó, próbálom tanulni és szeretem, meg nagyon, nagyon élvezem. Egy kis családi vitorlásunk van, tehát nem egy nagyon komoly hajó, de én ebben nem akarok belenyugodni. Viszont tehát a témában otthonosan... Ezekben a kikötőkben alapszolgáltatás kéne, hogy legyen, hogy a tartályokat egy megfelelő szondával és egy megfelelő szivattyúval le lehessen szívni. Aki volt már Horvátországban kikötőben, tudja, hogy ez a numero egyes alapszolgáltatás. Uh-huh. És a Bahart kikötőben ugye rendkívül drága. Drágább, mint a horvát kikötő, a balatoni kikötők, bármint a tárolási díjak, és ezekre kérdésekre pedig fütyülnek. És ha fölhívjuk a Bahart... Ha valaki szóba hozza, akkor pedig elterelik a témát azzal, hogy van megoldás, pedig nincsen. Na, tehát akkor fölhívjuk a Bahart veszélyigazgatóját, itt maradsz?
Szívesen, persze. Szívesen? Jó, na, akkor féljük a Bahart vezérigazgatót, most kíváncsi vagyok, akkor járjunk ennek így utána, mert ez egy érdekes dolog, és hát nyilván az a, nem csak a vitorlásokról szól ez, hát ennek a fürdő emberek, a nyaraló emberek is elszenvedni lehetnek, nem kell pánikot kelteni, nem lesz ilyen fertőzés, nyilván mindig egyszer megesik, nyílt víz, tó, stb. Egy dolgot hagyd mondjak különben, ami nagyon fontos, még mielőtt hívjátok a vezérigazgatót, hogy a Balaton nagyon tiszta. Tehát, hogy ez a probléma most előjött, ugye a Risztavévályk fertőzése kapcsán, és ugye nem is lett ez igazából kibontva, hogy mitől fertőzöttek meg, nem valószínű, hogy a Balatontól. Aki ismeri a Balatont, azt tudja, hogy tényleg inni lehet, pláne, hogyha az ember a közepén van. Gyönyörű tiszta a Balaton. Igazából probléma nincsen, de meg kéne előzni, hogy legyen. Igen. Hát mi egyébként ezzel is foglalkozunk vele, mert ebben a dologban azért nagyon fontos, hogy tisztálásunk, mert rengeteg embernek a megélhetése fűződik a Balatonhoz, meg hát azért a magyar emberek nagy része a Balatonra szeret menni. Na, igen, és ha ezt hallod, persze, hogy most mindenféle dolgok úszkálnak a Balatonban, nyilván kétszer is meggondolod, hogy lemenjél-e. De gondoljatok bele, hogy néhány évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt Siófoknak, Fürednek, tisztítatlanul ömlött a Balatonba a szennyvíz. És azóta mekkora változás történt, hogy ugye sehol nem a balatonparti települések közül, sehol nincsen tisztítatlan szennyvízürítés a Balatonban. Tehát a Balaton tényleg megtisztult. Néhány vitorláshajóról beszélünk most, ez valóban nem jelent akkora problémát, de a Bahartnak, aki kezeli, vagy amelyik kezeli ezeket a kikötőket, ezt meg kéne oldani. Uh-huh. Na, megkérdezzük. Nagyon ciki, hogy így van. Persze, de jó is, hogy erről beszélünk. Dr. Halmos Gábor, a Bahart vezérigazgató itt van. Hello, Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hol kapcsolódtál a beszélgetésbe? Hallottad, amit a hát ezt a legutolsó pár mondatot, hogy a Bahartnak ezt meg kellene oldani. Na, hát akkor itt a nagy találkozás. Vábi kontra Bahart. Hát azért nem tudom. Jó, nem kéne ilyen kontrára lenni. Nem, mert némi újságírói vénával megállva, jó, hát akkor összeengedi a két nyilatkozó felett, jó, mégis, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Ugye a Schwabi elmondta, hogy nincs ez egyértelműen megoldva, jó, de hát el tudja mondani egyébként Andrásunk is, hogy mint vitorlás ember azt mondja, hogy nincs megoldva a Bahart részéről az, hogy ezeket a tartályokat, ezeket normálisan sok kikötőben le lehessen szívni. Hogy van ez? Jó, tehát kezdjük el azzal, hogy mondjam, mindannyian, ő is, mi is szeretjük a Balaton, szívünk csücske. Ráadásul mi ebből élünk, és azt szeretnénk, hogyha a gyerekeim meg az unokáink is ebből élnének. Tehát mi mindent elkövetünk a saját berkeinken belül, hogy a lehető környezettudatosabban viszonyuljunk a tóhoz. Ezt azért a legelején ezt el szerettem volna mondani, mert szerintem ez kontra. És ezért mondom, hogy nincs kontra közöttünk, mert mind a ketten ugyanazt akarjunk a Balaton érdekébe cselekedni. Na, de most rátérve a lényegre. Ugye a vitorláshajókról beszélünk, mert a nagyhajók az egy külön kérdés, de akkor szerintem most arra ne kanyarodjunk el, mert itt a vitorlásokon volt a fő hangsúly. A vitorláshajóknak ugye kettő fajtája van. Az egyik az, amelyik egy régebbi technológia, amikor egy kivehető... Igen, ezt elmondta az András is, igen, a kivehető meg a beépített tartály. Igen, de most a kivehetővel, hát azt legyünk tisztában, ez ugyanolyan, mint egy lakóautó, vagy egy lakókocsinak a ürítő rendszere, ami kivehető, elmegy a kempingbe, ott van egy kijelölt vegyi WC, és akkor ez megfelelő helyen, megfelelő körülmények között ezt lerendezi. Ezt tiszta, erről beszéltünk, így. Oké, na most ilyen, a kivehető kérdés a Bahart 9 kikötőjében meg van oldva, külön vegyi WC ürítő helyek vannak, kémiai WC ürítő helyek vannak, ahol szerintem a körülményekhez képest csaváló, rozsdamentes, stb. Tehát kulturális körülmények között ezt el lehet rendezni. Erre mondta te, András, bocsánat, hogy ezt viszonylag elenyésző számban használják a vitorlások, ugye? Ezek a jól lég a kisebb hajókon van ilyen. Kisebb hajókon. De ők sem nagyon használják, mondom, mert elég körülményes. Hát mi van a szivattyúzással? Nem csak a kisebb hajókról beszélhetünk, hanem azokról a idősebb hajókról. Én most nem azt mondom, hogy ezek oldtimerek, de bizonyos, hogy mondjam, évjáratra, ha visszajönünk. Jó. Oké, mi van a szivattyúzással, amiről az András azt mondta, hogy ez viszonylag kevés helyen van megoldva, ő nem találkozott vele, és hogy erre nincs lehetőség, hogy az ember leszivattyúzza. Van ez a kikötőkben, vagy nincs? A szivattyúzással a következő helyzet, való igaz, hogy van egy úgynevezett neuralgikus pont, tehát a hajóknak van egy rendszere, a Bahartnak a kikötőjében van egy rendszere, és a kettő közötti, hogy mondjam, összekötetést kell megoldani. Egy dugó? Ami jelenleg egy cső? Vagy egy csatlakozó? Vagy... Erről van szó, hogy van egy, a cső van, szivattyú van, csak ezek a szivattyúk, ezek fixek, tehát ez tény, hogy ez a szivattyú fix, de van egy elvi kérdés közöttünk. Most én csak egy példát tudok mondani, hogy nekem van egy autóm, meg van egy mobiltelefonom, akkor én úgy gondolom, hogy nekem kell ennek a kettőnek az összekapcsolásáról gondoskodnom. Tehát a hajóban a rendszer
hajónak az úgynevezett, tehát hogy mondjam, a hajóba benne levő zárt rendszernek egy részében már van egy beépített vákumszivattyú, tehát ott nem kell semmit csinálni, a hajónál be kell kapcsolni valami gombot, egy 2-20-tal működik ez a dolog, kis zümmögéssel 20 perc alatt lerendezi a kérdést. Hova? De aki akar, bocsánat, aki akar, az mondjad, rá tud kötni a mi csonkunkra, és van cső. Mondjál, András, mit kérdeztél? Csak volt a kérdésem, hogy hova? Tehát ez a vákumszivattyú valóban ott van a hajókon, de hova lehet kiüríteni? Tehát, hogyha mondanál nekem egy kikötőt, ahol már egy Bahart által kezelt vitorlás kikötőt, ahol erre van lehetőség, akkor nagyon meglepődnék. Én olvastam, hogy azt mondtátok, hogy van Fonyódon, de Fonyódon én nem láttam ilyet, meg nem is láttam semmiféle tájékoztatás erről. Jó. Fonyódon szerintem most a kocsiba ülünk, nem tudom ki írod először. Na. Akkor nézzük meg, tehát Fonyódon ez üzemel. Most lehet, hogy ez próbaüzem jellegű, és lehet, hogy de mi hol vagyunk a... Hol? Én nagyon jól ismerem a fonyódi kikötőt, de szembe vagyok Szigligeten, és sokszor járunk oda. Én még nem láttam. Tehát ott van 2 darab vendéghelyű, nincsen semmi olcsóbb. Lehet, hogy a nagyhajós, tehát a motoros hajó, bocsánat. Igen. Tehát ne keverjük össze a nagyhajós kikötőt a vitorlás kikötővel. Mert a vitorlás hajók nem járnak a nagyhajós kikötőbe, mert nem járhatnak. Oda ott nem köthetnek ki, köszi, nem kérek kávét, bocsánat, csak kérdezzük egy kikávét. Tehát oda nem köthetnek ki, az nem a mi kikötő. De Gábor, akkor a vitorlás kikötőben van, vagy nincs? A vitorlás kikötőben van, Fonyódon van, tehát megyünk be a kocsiba, menjünk el, nézzük meg, van. Hát legalább összebarátkoztam, persze. Szép cél, isztok egy kávét. Én motorral vagyok most. Jó, de fölül mögéd a Gábor. Én elismerem az én hibámat, hogy ezt nem tettük közkincsé, vagy nem tudtuk, nem vertük nagy dobra, vagy nem tudom hol nem jelentettük meg. Én ebbe, jó, rendben van. Az András mondta, én nem figyeltem, hogy én kezdő vitorlás, mert még csak 6 év óta vitorlázik. Én kezdő cégvezető vagyok, én csak 1 év óta vagyok a cég élén. Tehát nem voltál még a kikötőben. Nem mentegetőzés, mert ettől függetlenül nekem persze minden fontos kérdés, és ennél fontosabb kérdés nincs, meg kell tudnom oldani. Tehát most ezt nem és a többi helyen van? Gábor, a többi helyen van, mert hogy a Balaton hogy egy kikötőben van, azért ez még ugye nyilván hát nem érdemes, de a többi helyen van. Tudtunk, tehát ez is, hogyha van is, tehát én elhiszem benne, miért mondanám, hogy van, nyilván van valami ilyesmi megoldás, de a többi kikötőben, igen, legalábbis az én kikötőben, meg Badacsonyban, meg Keszthelyen, ott nincsen. Gábort hagyjuk válaszolni, van-e a többiben? Ez való igaz, Badacsonyban még nincs, ez tény. A 9 kikötőből mondjuk 4 vagy 5 helyen, fejből nem tudom, kéne tudnom, 4 vagy 5 helyen van. A Keszthelyi kikötő meg azért rossz példa, mert ez sajnos nem én, az elődeim, azt eladták, és jelen pillanatban a Keszthelyi kikötő az nem a mi fennhatóság alatt, és nem a mi üzemeltetésünkben van. Na jó, szóval akkor ez azért abban igazán van, az András, hogy ez még nem úgy működik, ahogy ennek működnie kellene. Igen, ez a igazából ezt... nem úgy igen működik, de hogy mondjam, tehát egyrészt minden tőlünk telhető dolgot megteszünk, hogy így legyen, és igazából itt arról beszélünk, hogy van cső, van tartály, ahova rá lehet csatlakozni, és ki lehet üdíteni. Most azon a, tudom, hogy ez fontos dolog, de azon vitatkozunk, hogy ezt idézelve ki nyomja bele. Mi nyomjuk bele, vagy a hajó tulajdonos nyomja bele. Hát ez egy közös érdek, hát valahogy meg kéne egyezni. A hajós kifizeti, ti meg megcsináljátok. Nem? Hát ezért én egy szolgáltatás igénybe veszek, kifizetek 5000 forintot, jön a Béla bácsi, leszívja nekem. A hajósok nagyon sok pénzt fizetnek a Bahartnak minden évben, tárolási, meg téli tárolás, meg nyári. Ez így van, de ilyen, mondjuk azért... Én azt gondolom, hogy ez egy olyan minimális szolgáltatás, hogy éppenséggel beleférhet, de szívesen fizetünk is érte, csak legyen. Rendben, tehát az azért tegyük hozzá, hogy azért nálunk sokkal magasabb átvéklésű magánkikötők is vannak, tehát lehet, hogy nálunk sokat kell sokkal fizetni, de ott még többet kell fizetni. És az se kibúvók, hogy nem tudom, náluk ez a kérdés megoldott-e. Abba egyetértünk, hogy ezt meg kell oldani, abba is egyetértünk, hogy ez egy alapszolgáltatás, és még azt is hozzáteszem, hogy a bérlőinknek, a saját bérlőinknek ez a szolgáltatás egy ingyenes. Tehát aki bejelentkezik, és azt mondja, hogy ő szeretne üríteni, és mondjuk ez egy, amiről beszélek Fonyódban, ez egy mobil szivattyú, ez a kikötő mesternél kell kérni, egy 2 keréken gördülő dolgot odahúz a hajóhoz, és ezt megoldja ezt a kérdést. De a meghívás ez továbbra is áll, tehát hogy egy üzemlátogatásra vendégül látnád, ugye, András? Nagyon szívesen, igen, de szerintem, hogyha 1-2 hét elterik, akkor nem csak Fonyódon, hanem sorolom a kikötőket. Hát reménykedjük, mert közös érdek mindannyiunk érdeke nyilván. Tehát megtudtuk, hogy egy próbaüzembe lévő gépről van szó, nagyon jó, akkor szerintem van hírlevele abba a Bahartnak. Azt már megbeszélitek. András, maradjunk egy pillanatra, Gábortól elköszönünk. Köszönjük szépen, Gábor, jó munkát nektek. Köszönjük, ciao, hello. Na, hát legalább akkor egy próbaüzem van, igen, ezt megtudtuk. Azért mindannyiunk érdeke nyilván, mert hatan belengedik, és akkor megint x ember megbetegedik. Nem csinálunk bolhából elefántot, senki nem fog melebetegedni, tessék a Balatonba menni, fürdeni, tiszta a víz, nincs pánik, csak semmi baj nincs. Csak érdekes ez a dolog azért, hogy
ellentmondó nyilatkozatokat olvas az ember. Meg hogyha lenne mindenhol ilyen lehetőség minden kikötővel, akkor most ezt a kávét is elfogadtad volna, hiszen mindig kakilnod kell utána. András, köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra, jó hajózás neked. Ciao, elő, köszönjük szépen, ciao. Na jól van, gyerekek. 9:09 perccel, 3-as ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:49 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-es 96-os kilométer környékén kamion az árokba borult, emiatt torlódás van. Ezt András és Míg is elküldte nekünk. Köszönjük szépen, már menti a daru egyébként. Úgyhogy terelés van Bábolna felé. Most valaki azt írja, hogy teljes pályára zár, valaki csak azt írja, hogy torlódás. Minden esetre az M1-es 95-ös kilométerénél viszonylag nagy dugó van, úgyhogy próbálja mindenki kerülni. Ez érdekes volt, hogy a vezérigazgató úr mondta, hogy csak az utolsó két mondatot hallotta, aztán tényleg visszamondta, hogy mióta vitorlászik a svábi. Nem vettétek észre? Mert ez köztudott, hogy mióta vitorlászik a svábi. Ez a beszélgetés közepén hangzott, és azt mondta, hogy nem hallgatta a beszélgetést. Nem a 6 év miatt, hanem hogy 6 éve ura a testének. Amiért vált nagyon híresi a Balatonon és környékén. Mindig izgalmas, nem? Amikor két ellentmondó tényt állító ember találkozik az éterben. Igen, aztán mindenki eldöntheti, hogy szerinte kinek van igaza az elmondottak alapján. Jól van, játszunk valakivel egy jó kis hármasugrást. Itt van már is a játékosunk. 3-asugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, szia! Hello! Szia, Judit! Sziasztok! Szia! Judit, honnan hívtál minket? Melbourneből. Hogy? Az Ausztrália? Az Ausztrália. Az melyik megye? Ausztráliában vagy éppen? Így van. Hát ott most mennyi az idő? Ott most délután 4-5 óra van? Hány óra van most ott nálam? 3:45. 3:45, ugye? És igen. Tél van. Igen. 3:45 és tél. 3:45 délután és tél. Számomra a legfelfoghatatlanabb ebben így az, van. Hogy vannak emberek, akiknek egy délutáni hazamenős műsor vagyunk, hogy ezt én sosem fogom tudni megemészteni. Nem? Igen. Nem tudod hova tenni. Hogy a drive time-ban, a másodikban. A hazamenősen. Mit csinálsz kint, Judit? Tanulok, dolgozunk a párommal. Mit dolgozol? Hál vagyunk, sokat kirándulunk. Azért? Hát én egy sajtgyárban vagyok, ilyen mindenféle ilyen csomagoló. Sajtgyárban dolgozol? Aha. Sajtgyárban dolgozol csomagolóként. Mióta vagytok in? 2011 márciusban jöttünk. Tehát most már több mint két éve. Több mint két éve. Ausztráliában elég komoly vízum kell, nem? Tehát ott nem olyan egyszerű beutazás. Igen, hát mi tanulóvízumon vagyunk. Egyetembe járok, és akkor mellette dolgozok. És kint is maradtok? Tehát cél az, hogy esetleg ott telepedjetek le, és akkor ott éljetek hát ki? Hát nem tudjuk, ez két esélyes. Még nem tudjuk. Aha. Csak ezt csinált néha egy... van honvágy, és akkor úgy vagyunk vele, hogy hazamennénk. Néha viszont nagyon jól érezzük magunkat, és akkor úgy vagyunk vele, hogy maradnánk. Uh-huh. A Geszti csinált most egy dalt, és van egy oldala, ahol a külföldön élő magyarokat kéri arra, hogy küldjenek képeket, már ugye mondjuk a klip az elkészült meg, hogy írjanak. Ez egy jó kis honlap, nézzétek. Azt hittem azért, hogy arra kell hazajönni. De nem, csak mondom, hogy most hogy csinált egy ilyet, ugye elég egy felháborodást keltett. Az interneten van, aki szereti, van, aki nem szereti a darabot. Judit, és a párod mit csinál kint? Ő is dolgozik valamit? Igen, ő is dolgozik, ő hentesként, bár nem ez a szakmája, de ezt a munkát sikerült találni. És beblöfölte és bejelentkezett, hogy ő elmenne hentes, csak mondták, hogy jó lesz, és azóta hentesként dolgozik. Nem, ismerős által. Aha. És még betanult az első két hétben, még néha megvágta magát, utána pedig már azért mentek a dolgok, vagy hogy? Azt mondtad, igen, hogy azért még két hónap után is megvágtam magát. Volt olyan, hogy jött haza és mutatta, hogy megszúrta az alkarját. Én meg szörnyűködtem, hogy úristen, előfordul sajnos. De van védő felszerelésük, láncing, meg lánckesztyű. Figyelj, mostanában a palikékat mindenki itthon keresi. Melyik nincs országban nálad. Letek? Nincs nálatok? Nem láttátok ott valahol őket? Nem találkoztatok? Ő sokat ment oda de is. De vagy nyitott szemmel járunk. Jó.
És milyen egyébként? Hát most tudom, hogy erről sokat lehetne beszélni, de milyen Melbourne? Nagyon más, mint Magyarország? Nehéz megszokni? Hogy érzitek magatokat? Hát nekünk egy év kellett, hogy megszokjuk. Úgy magát az életvitel, tehát ugye Magyarországon inkább ilyen rohanó világ van, itt viszont mindenki nagyon nyugodt, és ezt nehéz volt megszokni. Tehát itt minden az volt, hogy ráér, majd holnap után. De szeretnék egy ilyen világban, ez az én helyem, ez az én, itt vagyok otthon, oda kell költözni. És közlekedésben sem megy az anyázás például? Abban is nyugodtak? A közlekedésbe sem megy anyázás, meg a beszólás másiknak, abban is nyugodtak? Hát a közlekedésben mondjuk úgy, hogy én szoktam mondani magyarul, amikor nagyon ideges vagyok, akkor angolul. Rosszabbak az itteni vezetők, mint az otthoni. Aha. És tudod, mi a legfurcsább? Hogy még a kormányt is rossz helyre tenni. A hülyék meg azt sem tudják, hova kell tenni a kormányt. Fordítva folyik le a víz. Hát napokig így kellene, van, még igen. Ezt megszoknám. Ki lennék rajta borulva. Tényleg. Tudom. Én sírnék. Hát az autót, azt nekünk is sok volt. Sok idő volt megszokni. De a lefolyási víziránybáltozáshoz azért viszonylag hamar hozzászoktatok, nem? Tehát amit a Feri mondta, hogy... Mert hát azzal nem foglalkoztunk. Nem, nem mondnál, hogy nem álltátok körbe a csapot, hát és tátott szája hát nem nézték. Nem néznéd meg a déli féltekén, hogy fordítva jön a vízért. Annyi ez lenne az nem, első viszont a hűtőajtó a másik oldalról nyílik. Hát az mondjuk nálunk is változtatható, ne arra, hogy melyik oldalra igen, tesszük. Hát te döntöd el. Én nem voltam hozzászokva. Nekem aha. Is, nekem, én sem olyan sok, a legtöbb hűtő az ugye jobb kézzel fogod, és ugye hát nyílik neked jobbra, a jobb kezed felé húzod. Igen, csak át tudod szerelni a másik oldalra. A legtöbb hűtő így nyílik. Bérez Zolival se találkoztál? A Bérez Zóval? Ő régen ugye Rox is volt, meg a Rádió DJ-n dolgozott, ő kint él egyébként, és pont a magyarok letelepedési engedélyét van, milyen emigrációs hivatalban aha. Dolgozik, és ilyen letelepedési engedélyeket ad ki. Vele se találkoztál? Nem, de ez egy jó információ. Ott van ő is valahol. Jaj, de jó lehet. Hány fok van most nálatok? Ezt már tudom, lehet mondtad az elején, csak nem hallottam rendesen. Ma jó idő volt, úgyhogy ma ilyen 18-17 ez a tél. Napos idő volt. Ez a tél, gyönyörű tiszta. Hát igen, de azért hétvégén mondjuk volt 120 km/h tél esővel, az nem volt olyan jó. Figyelj, most nyilván a barátokon, meg a rokonokon, vagy az ismerősökön kívül, amikor az ember huzamosabb ideig elhagyja a saját hazáját, és átértékel dolgokat. Ezt egyébként mi is megtapasztaltuk, röpke 6-7 alatt már elkezdenek olyan dolgok hiányozni Magyarországról, mert eszedbe nem jutna, hogy valaha tudna hiányozni. Tehát fura honvágya tud lenni az embernek. Nektek mi az, ami igazán hiányzik? Most nem tényleg nem a családra, meg a barátokra gondolok, mert hogy az evidens. Tehát valami, ami az országé, vagy ami a miénk, vagy ami ránk jellemző. A pálpusztai például. Igen, a baromfi virsli. Nem kajára gondolok, hanem... Mindenképpen az ételek. Az ételek, igen? Uh-huh. Igen, igen. Tehát például a péksütemény az nagyon egy jó kis kakaós tű, vagy egy túrós buta. Nincs ilyen? Vagy nem csinálnak ilyen croissantokat? Vagy egy kakaós? Nincsen? A gyerekek, ez lenne a biznisz. Croissant lehet kapni. Uh-huh. Kakaós csigát nem. Valahol mában másik felébe nyitottak egy magyar ilyen péksüteményes boltot, de hoztak nekünk onnan kóstolót, de nem volt az igazi. Tehát nem az volt, amit otthon bemész egy pékségbe, és azt mondod, hogy fú, de jól néz ki, és fú, mikor beleharap. Aha, tehát, hogy nem olyan. Mit tesznek az ausztrálok egyébként? Mi ott egy nemzeti kenguru. Kaja? A kenguru, igen. Meg krokodil, tényleg. Kenguru, ezeket eszik. A kengurút, a kisebbet, nem a nagyon nagyot, hanem a hogy mi annak a neve? Hát, valami V betűs. Valabi. Nem, valabi. A vombat az a vombat nem az. A vombat ez egy másik fajta állat. És van valami speciális ezen kívül, ami mindenhova bemész, és úgy adják, mint nálunk, mit tudom én, a jókai bableves, tehát amit minden ausztrál ismer, megkóstoltátok, és jó? Hát, talán a Vegemite-ot tudnám mondani, az egy ilyen reggeli étel, amit kenyérre kell kenni, azt minden ausztrál fogyasztja. Mi nem tudjuk megenni. Uh-huh. És ki az, aki ott súgja neked ezeket? A hentes. Ja, a hentes ott van. A férjem, igen. Beszélet angosan is, édesen nyugodt. Oda ment a telefon mellé, és elkezdett besugni dolgokat. Na jól van, oké, figyelj. Akkor essünk neki a kérdéseknek. Milyenek a kérdések, Jani? Vihető. Vihető? Vihető. Na, figyelj.
Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztól. Milyen nemzetiségű labdarúgó Arjen Robben? Itt vagy? Horvát. A hentes volt. Ki volt a hentes? Holland. Igen. Az álhentes, aki beépült az ausztrál hentesek közé, és most már ő is kiváló hentes munkát végez. Nem, hát nem horvát, holland, igen. Holland. Ezt, igen. És ugye Bayernnek a játékosa egyébként klubszinten. Hát ha, horvát, holland, nem mindegy gyerek. Tulajdonképpen... ki az a Robben? Ha itt lennél Magyarországon, megadnánk, de a postaköltségre rápillantva, ez sajnos... Igen, muszáj. Nem, nem, már bejött a gyártás, és nagyon-nagyon-nagyon... Nyírjátok ki! Nincs pénz, kiadjuk fel a külföldre. Ne, az a baj, de van magyarországi címem. Édes vagy, nagyon igen, csak rámondtad nagyon meggyőzően a horvátot, és ez azért így... így és nehéz. Hogyha én cserébe küldök egy kengurút nektek, nem élőt veszek. Uh-huh. Na mit ajánlasz? Milyen kengurút küldesz? Hát plüss. Hát most bemegyek ide a skálába, aztán uh-huh. veszek négyet. Mondj valamit. Hát azt nem mond, hogy van. Ha küldesz egy ilyen kengurút. Sok minden történt azóta, hogy elmentetek. Például már plüss kengurút is lehet kapni. Nem hiszitek el, mi történt meg itt. Igen. Figyelj, tényleg nem azon múlik, ha most neked odaadjuk, tudod, én mindig azt mondom, hogy ez soha nem arról szól, hogy most adjunk, vagy ne adjunk, hanem hogyha ma odaadjuk neked egy rossz válasz után, két nap múlva mi ezt elfelejtjük, mert vagyunk ennyire gyarlók, hogy ezt elfelejtsük, és egy hét múlva valakinek mondjuk nem adjuk oda, akkor az lesz, hogy de egy hete is odaadtátok uh-huh. annak az ausztrál csajnak, aki egyébként meg jöjjön haza. Aki egyébként magyar. Igen. Meg több műsoridőt kaptatok, mint a Bahart vezérigazgató. Igen, szóval nem a szigorról szól, inkább ez a következetességről. Jó, játszunk majd legközelebb, és akkor megadjuk. Oké? Okay? Nagyon köszönöm. Köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Szőrőszívű voltam? Nagyon. Hát most miért kéne ezt tudni, ki az a Robben? Így van, hát mert rossz választ adott, és rögtön elveszed. De hát betűs volt legalább, érted? Beszélgetünk, 5 percig töltötted vele a műsort, igen. Érted? Egy csomó infót kiszedtél belőle, és akkor egy ilyen apróság, igen, hogy Horvátország, vagy Hollandia. Persze, de ilyen alapon azért a gyereket sem mindenre, hogy azt mondják, hogy hülye vagy helyes, nem? Meggyőztél? Erre mondj valamit. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek után. 9 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Trafi az M7-esen Lepsénynél, a Budapest felé haladókat mérik. Bolej küldt nekünk, köszönjük szépen, boldog névnapot, Oti. Ó, tényleg, boldog névnapot. A páfrány üzente ezt nekünk. Megígérem minden hallgató nevében, hogy nem emlegetjük, hogy miért kapott az ausztrál leányzó, szegény az a magyar lány, aki Ausztráliában él, ajándékot, de küldjetek már el neki. Igen, kampány indult, hogy ajándékot az ausztrál csajnak. Miért? Mert Ausztráliában van messze, és hogyha a morningsos bögréből ihatná reggeli kávéját, akkor boldog lenne. Ennyi. Ti na meg ezt hoztátok. Speciálba. Aha, speciálba. Csak speciálba. Én leszek egyébként olyan szívesen ebben a sztoriban a rohadék, de hogy nekem egy maglódi hallgató pont annyi, mint amennyi egy ausztrál hallgató, pontosan ugyanolyan fontos. Már-már hajlottam rá, hogy elküldjem, de látod? Na most akkor ez viszont miattad van, mert eddig engem ostoroztak, most viszont átszállt hát rá, most... mert én azért vetettem föl, hogy most elküldjük. Komolyan. De így viszont már te leszel a gonosz. Egy kedves maglódi hallgatónk például az első kérdésre rosszul válaszolt volna, akkor azt mondtuk volna, hogy köszönjük szépen, ne haragudj, ez van, további szép napot, uh-huh. majd legközelebb. Igazad van. Igen, de maglózról hát mégiscsak könnyebb bejutni majd a jövő héten, vagy két hónap most Ausztráliából. Te csak azt hiszed, Feri, hiszen ott a máv jár. Muszáj tényleg egy kicsit szigorúnak lenni, de szerintem mi nem vagyunk azért se gonoszak, se rossz szívek. Tehát nem, ezt most nem tudjuk megadni, de örülünk, hogy ott is minket hallgat. Otti. Ide is becsempészted magad. Ott is. Hát muszáj egy kicsit futtatnom a névnapomat, ha már nem mondjátok. Az Üllői úti felüljáron 10-ig torlódás várható, a helyi lakosok licitálhatnak Sebestyén Balázs napszemegére. Írja Krisz, gyerekek, eltűnt a napszemegen valaki, aki becsületes megtalálja, hogy a rádióban hozza vissza, ne lopja el. Megkérdeztem a szélszem is. Ők se látták. És ott virított. Nem a Rolin volt. Roli, nem láttad a napszemegemet tegnap? Nem. Roli, gyere csak vissza, mi van ott a fejeden? Hogy kerül ide? Hogy ez hogy kerül ide? Jó,
10-ig napszemüveg amnesztia van. Jó? Nincs, nem számít lopásnak, ha valaki ugyanoda visszateszi. Nem tévedés. Is fogom, hogy nevezzük? Nem is fogom megkérdezni, de vagyok annyira jó hiszemű, hogy azt gondolom, hogy valaki megtalálta egy kidobott kukába, és visszahozta, és letette a női mosdóba. Véletlenül vitte magával, mert összekeverte a sajátjával. Igen. Mondjuk ezt. De én egyébként még mindig azt mondom, hozzátok vissza, légy színe, lopjátok. Ez a legszebb karácsony ajándék. Mi? Más. Ha júliusban visszakapunk. Nem. Én azt gondolom, hogy ezt kell csinálni. Júniusban valamit lenyúlsz a másiktól, amiről tudod, hogy nagyon fontos neki. Aztán karácsonykor megodaadod. Hát de most a napszemcsén mit kezd karácsonykor? Örül neki. Eszébe jut a nyár, eszébe jut az, hogy megint el kéne menni szabadságra. Fura, nem ragaszkodom tárgyakhoz, de tényleg. Mm-hmm. De vannak dolgok, amik ha hosszú ideig velem vannak, egész egyszerűen megkedvelem őket, és azt gondolom, hogy ő most valahol szomorú. Ja, a napszemcsét nagyon. Tehát arra gondolok, hogy neki most én hiányzom. Hogy ő most szomorú egy picit. Hogy most ül valakinek az órán, keresi a kis gazdáját, körbenéz, rémülten nem éri, hogy miért nem érti ez a vastag orr vagy vékony orr. Mert ő ledobják, volt a legtöbbet az utóbbi elmúlt vele. Három évben. Így van, ő így ott volt velem a kocsiban, ott volt velem gyereksétáltatásnál, ott volt velem a bölcsödében, de egy csomó mindent végigcsináltunk együtt, és egyszerűen elkezdek kötődni, de csak nagyon kevés tárgyad, és például a napszemüvegem most az, ráadásul a Vikitől kaptam. Hát. Érted? Tehát elhagynám a telefonomat fél éve, oké, sajnos meg kell venni. Persze, nem tudok tárgyakhoz ragaszkodni, de ez olyan régóta velem van ez a napszemüveg, hogy egyszerűen érzelmileg kötődöm ez a napszemüveghez. De ez egy rohadt műanyag darab. Tudom, érted? Én ezt tudom. Ne ehhez ragaszkodjál már. Ez egy napszemüveg. De annyi mindent végig csináltunk. Hát nem érted meg, hogy ott voltunk már Doberdónál, érted? Így van. Kisodronnál. Partra szálltunk a D-napon, érted? Nem, egyszerűen, ha valami sokáig velem van, ez olyan, mint mit tudom én az ütőm, vagy egy teniszgatya, hogyha három évig hordom, egyszer megörülök, ha nincs meg, mert annyira megszeretem, de csak néhány dologgal van így, tehát, hogy semmi. Feri, értsd meg, az a napszemüveg most pontosan úgy érzi magát annál az idegennél, mint ahogy... Hát várj át, ahogy mint érök, ahogy... Igen. Mint ahogy a rover most Balázsnál. Ja, értem. Aki visszavágyik a szervizesekhez, ahol a legtöbb időt tölt. Ahogy te érzed magad egy merci találkozón. Rohadt magányosan. Soha. Vagy én egy TV2-s rócsón. Rohadt magányosan. Magányosan elvezettem. Iszonyatosan egyedül, senki barátok nem szól hozzám. Barátok nélkül egy csarokban. Szapogatva egy kis izét, igen. Egy kis száraz martinit, kavargatva benne az olajbogyón. Igen. Szóval így érzi most magát valahol az én napszemüvegem, és azt mondja, kis gazdám. Hol vagy? Kicsi gazdám, hol vagy? Nem jó itt nekem, ments meg, és nem tudom megmenteni, és tudom, hogy valahol itt van valakinél, valakinek a táskájában rohadt hazug, gyáva módon lapul az a szemüveg, érted? Mert valaki azt ellopta. De fura itt. Eleve felháborít, hogy valaki... De fura itt ücsörögni emellett a Szokor rádió mellett ezen a terítőn az aluljáróban. És miért csak 3000 forint van mellém rakva? Itt dolgozunk együtt egész nap, érted? Mit tudom én, egy csomó mindenki, tényleg, és egymástól lopunk el dolgokat. Itt valaki múltkor panaszkodott, pont a folyosalatom, hogy naponta ellopják a bögréjét. És most már nincs is meg. Egy hétig ellopták, altatták, nem mindegy. Elviszik a tollakat, a papírt, tehát itt, érted? Ne lopjunk már egymástól. Hát milyen világ ez, nem? Nem mindegy. Ez csak baráti kölcsön. Milyen baráti kölcsön? Hát visszahozza. Így van. Fájt a szeme, sütött a nap tegnap, és egyet talált, föltette. Ennyi. És most képzeld el a napszemüveget, hogy nem csak hogy magányos, hanem hogy más kultúrkörbe került. Érted? Eddig hozzászokott a jóhoz. Na, és ha most mondjuk egy panelház második emeletén fekszik a konyha asztalon. Na, szegény. Vagy ne adj Isten, ha nyitott ablakban. Úristen. És egy kereszthúzat kisorolja, és lezuhat. Na, gyerekek, viszont kaptunk egy SMS-t, ha segítetek megtalálni. Nem, érdekes a dolog. Nem találom. Szóljátok, ha... Ja, amiről beszéltünk. Igen, amiről beszéltünk. Aha, mindjárt mondom meg neked, hogy hol van, mert nekem nagyon megmelengette a szívemet. Azt mondja, hogy 0850-10, sziasztok, ha érdekel benneteket az új parkolási rendszer, hívjatok, elmondom, én vagyok ott a kommunikációs vezető, ez. Igen, ezt kerestem. Aha, na most ebben a pillanatban pirossá változott. Itt van. Igen, na, Merena Rudolf, ha érdekel benneteket az új parkolási rendszer, hívjatok, elmondom, én vagyok ott a kommunikációs vezető. Nagyon jó. Merena Rudolf. Na most, hogyha valaki nem szivat minket, akkor esetleg rá is csöröghetünk. Hát igen, mert Merena Rudolf bárki lehet. Vagy parkolási igazgató. Nem is az vagyok. Elvileg ma tettünk volna egy újabb kört, hogy megpróbáljunk valakit előkeríteni. Ugye tegnap Ákos a mi nevünkben szintén nyomozott, de nem nagyon talált senkit az impresszumban. A nemzeti mobilfizetés.hu-n, aki meg tudna szólalni, de ha ez ő, holnapra készültünk ezzel a témával, de felhívhatjuk, megkérdezhetünk bizonyos dolgokat. Hát sok hallgatónkat érinti a dolog. Fölhívjuk? Persze, hát ha már bejelentkezett. Így van. Ez mondjuk nagyon szimpatikus, hogy így adáson keresztül bejelentkezik. Igaz, hogy egy órája volt ez a téma.
De az Ákos mit keresett a te presszódban? Egyáltalán honnan van neked presszód? Milyen presszód? Hát most mondta, hogy az én presszomban. Az Ákos hiába kereste az én presszomban. Nem használok idegen szavakat, mert tudom, hogy ez az a impresszum. Nem, ja. Majd elmondom, hogy az mi. Ja, az meg. Aha. Rossz számot hívtál, hallod? De diktáljam hangosan? Persze, biztos egy másik zóna. Tényleg. Lehet, hogy zóna biztos átment a zóna határommal, és biztos átment egy másik zónába. Miért kezdődik az őszám is 7-6-3? A gyerekek, megkérdezzük, ha már így bejelentkezik egy kommunikációs vezető, hát akkor fölhívjuk. Halló, halló. Gábor? Nem, Rudolf. Akkor Rudolf. Jó, akkor jó helyen vagyunk. Akkor csak Rudolf. Átmentél a tesztet. Így van, megcsináltad akkor az első tesztet. Hello. Való személy. Te vagy a kommunikációs vezető. Igen, sziasztok. Na, hát tegnap még az impresszumban a nemzeti mobilfizetés.hu még nem voltál ott, mint elérhető ember, aki megszólal nekünk. Figyelj, ezt mindenki számára elérhetőek vagyunk. Tökre sajnálom, hogy nem értettek el, hát ezért gondoltam, hogy átlendülök ilyen proaktívba, és akkor megkeresek benne. De ez nagyon szimpatikus. Én mindig mondom, hogy ez annyira jó, amikor már a vezetők így lelazulnak, hogy régen ugye ez a nyilatkozási para volt, éveken keresztül még a Danubiuson mindenki próbáltunk valakit egy rövidebb kis nyilatkozatra rávenni, és hetekig ment a terelés, hogy ő mer, ő nem mer, ő nem tud, nem akar, fél, mi lesz. Most pedig már a legtöbb szóvivő, hát, meg kommunikációs vezető lazul. Teljesen megváltozott. Igen. Na. Bocsánat, egy órával ezelőtt, csak akkor még tudtam. Mert nagyon sokat voltunk ébren, mert most indult el ez a rendszer, és akkor... Ja, aludtál! Aha. Tudtam, ezt hallottuk csak. Na. Na, és akkor... Figyelj, igazából ez a dolog spontán jött, mert hogy mi délután tettünk volna még egy kísérletet arra, hogy fölhívjunk, és akkor összeírtunk volna a kérdéseket, de nyilván van így is egy-kettő, amiről ugye foglalkoztunk korán reggel, ugye ha valaki esetleg nem tudná, hogy most kapcsolta be a rádióját, mostantól kezdve más a parkolás. Rengeteg embert érint, rengeteg ember rutinból nyomja a 810-et, nem tudja, hogy most mi van, nem tudja, mi a másik szám, büntetnek, nem büntetnek. Ami például a legfontosabb, hogy néhány internetes portál azt írja, hogy tegnap is büntettek. Hogy ez igaz, nem igaz, aki tegnap valaki még ezt nem tudta, és 810-re küldte el az ő parkolását, azoknak mi lesz a sorsa? Vagy mi volt tegnap a sorsa? Na, azért nagyon rövid, hogy átlássátok, szóval a büntetéseknek az ügyét, az nem a Nemzeti Mobilfizetési ZRT intézi, tehát nem ő büntet. A Nemzeti Mobilfizetési ZRT, amit elindított rendszert, tegnap óta július 1-től, az egy országosan egységes mobilparkolási rendszer. Egyébként a területeknek a parkoltatását a továbbra is az önkormányzatok végzik, a parkoló ellenőrzők is az önkormányzatokhoz tartoznak. Persze a Nemzeti Mobilfizetési ZRT leült meg egyeztetett velük, és az volt az ilyen informális megállapodás, hogy mindenki kisebb-nagyobb mértékű toleranciát fog mutatni itt az első napokban. De hát ez egy ilyen informális dolog, mert egyébként azt nem lehet kimondani, hogy senki ne büntessen, meg egyetlen önkormányzat se büntessen. Nekünk pedig erre semmiféle befolyásunk nincs. Tehát nyilván eltérőek az egyes kerületekben. Jó, de például az érdekes, hogy amikor leültetek az önkormányzatokkal, akkor mi volt inkább? Már pedig mi büntetünk egy nap is nap, vagy azt mondták, hogy figyelj, igen, igazatok van, jó a javaslat, egy napot, két napot adunk az autósoknak, egyrészt megérdemlik, eleget fizetnek, kettő, nyilván ennyi tolerancia azért mindenki részéről belefér, mert ugye írták tegnap is, hogy büntettek, ami szerintem egyébként totálisan nonsens. Tudom, hogy nem hozzátok tartozik, de akkor is nonsens, hogy nem adnak legalább egy napot az önkormányzatok arra, hogy az ember átálljon agyban, megszokja, megtanulja. Abszolút egyetértek. Mi azon az állásponton voltunk, hogy legyen ez a tolerancia minél nagyobb. Nyilván az önkormányzatok, akiknek pedig ez az árbevételük, és azért mondjuk Budapesten ez elég sok, ők úgy vannak vele, hogy két része a dolognak. Ha azt mondjuk, hogy toleránsak leszünk és nem büntetünk, annak megvan az a hatása, ilyen volt egyébként már korábban én átállás, amikor megtapasztalták, hogy akkor kész elharapózik, elkezdenek baromi sokan nem fizetni a parkolásért, ezt nem akarták a nyakukba zúdítani. Én azt látom, én is olvasom egyébként ezeket a megjelenéseket, de tegnapi napnak a statisztikáiból ugye láttuk a rendszerben, hogy hány ilyen úgynevezett parkoló ellenőri megkérdezés volt a rendszerben, mondjuk a tegnapi napon, csak hogy lássátok számokban, mondjuk ez a rendszer tegnap bonyolított összesen ilyen 35 ezer tranzakciót, körülbelül ilyen parkolási tranzakciót, és ehhez kapcsolódott országosan mondjuk, mit tudom én, ilyen 6-7 ezer ellenőri lekérdezés.
Ehhez képest egyébként, amik visszajutottak hozzánk, nem volt extra büntetési szám. Na, hát akkor az autósok viszonylag jól reagáltak. Az a baj, hogyha nem hozzátok kapcsolódik a büntetés, akkor ugye nehéz viszonylag miről beszélni, mert hogy a leginkább az autósokat a büntetési tételek érdekli. Nem vagyunk kompetensek. Igen, de például a zóna, ugye volt egy ígéret, hogy most ez sikerül majd vagy nem a mobilfizetési ZRT-nek megcsinálni, de hogy egyesíti a zónákat. Ugye ezt is akkor megkérdezzük, de hát akkor erre se tudsz majd nekünk válaszolni, akkor tovább megyünk, hogy nem értem, hogyha én mondjuk kiszállok az autóból, erről is szó volt reggel, és megnézek egy táblát azon azval, hogy 0609, tök mindegy. De én azt beütöm, jó hiszeműen elkezdek parkolni, de kiderül, hogy az én autóm zóna határon áll, és egyébként a rohadtul másik irányba kellett volna elmennem az autóntól, és egy másik számot beütni, ugyanúgy megbüntettek. Jó, hogy ezt nem lehet egyesíteni, nem lehet valamit erre kitalálni, hogy az autós élete könnyebb legyen? Sőt, az a jó hírem, hogy ez a rendszer, ez technológiailag meg a problémának a kezelését ezt tudja. A következő van, ahhoz, hogy ez a technológiai kezelés ez a gyakorlatban is tudjon működni, az kell, mert általában az szokott a probléma lenni, hogy az egyik oldal, amire elküldjük, ugye a rossz számra elküldjük a parkolást, az egyik önkormányzatnak a területe, a másik az a másik önkormányzatnak a területe. Tehát magyarul annak a rendszerét kell megcsinálni, hogy ezek az önkormányzatok, meg ezek a parkoltársaságok egymással meg tudjanak egyezni, és el tudjanak egymással számolni. Ehhez kell egy pici a jogszabályi környezetmódosítás, de maga ez a rendszer, egyebek, mert ez is volt egyébként a cél, akkor amikor ez fejlesztésre került, hogy technológiailag ezt tudja kezelni. Tehát amint de most tudja? Tudná, tehát még ezt a technológiailag tudná kezelni, azonban akkor nem ahhoz, tudja. Hogy ez azonban ahhoz, hogy ez nekünk autósoknak észlehető legyen, és ez a probléma ne történjen meg velünk, azt kell megoldani jogszabályilag, hogy ezek az önkormányzatok egymással elszámolhassanak. Amint ez megvan, akkor ez az új rendszer egyébként ezt fogja tudni csinálni. Igen, csak hogy hát autósként nekem nem az érdekel, hogy mit tudna a rendszer, hanem hogy mit tud a rendszer. De én azért elmeséltem nektek. Persze, hát ez fontos. Így van, tehát ez, amikor ez fejlesztés szakaszban, ez már szempont volt, hogy ezt tudja majd csinálni ez a rendszer. Ez mennyi idő? Mert hogy ebből egyébként a hallgatóink tapasztalatai alapján nagyon sok bírósági per is van, szegények ugye mennek, mutogatják az ő parkolócetliüket, és egyszerűen ugyanazon kalapalaba vannak berakva, mint akik nem fizetnek. Volt egy hallgatónk, aki elmesélte adásban, hogy ő neki most van másodfokú pere, mert egyszerűen csak rossz zónába, rossz órába dobta be, de megvan a cetli, megvan minden első fokon elkaszáltak. Tehát jó szeműen elindította, csak kérdezem, hogy mégis konstruktív legyen ez a beszélgetés, mennyi fél év, egy év, tehát van erre esélye. Pont ezért, amit te mondasz, hogy egy csomó ilyen vita meg fel van ezekből. Ez nagyon sok, így van. Az érdeke, tehát az önkormányzati parkoltársaságok is ez mennek az ilyen panaszos területek. Na de eddig ugye nem lehetett elintézni ennek a jogszabályi oldalának az intézését, meg hiába intézték volna el, hogyha maga az informatika rendszer nem tudja kezelni. Most már, hogy ez megvan, mert ez rendelkezéshez el lehet intézni, az, hogy ez ennek a procedúrája most egy nyár van, tehát itt a nyáron azért megállnak ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy de ez mondom, ezek az én személyes véleményem, mert nem egy hivatalos, mert szerintem ebben az évben biztos ez megoldható, de maraságot nem akarok mondani, de eddig ezt nem is lehetett volna intézni, tekintettel, hogy nem volt rá egy technológiai háttér. Na, hát ez mindenképpen jónak tűnik. Arról tudtok, hogy a mobil parkolások elindításakor néhány hallgatónk észlelte azt, hogy megváltoztak a különböző utalási tarifák. Tehát, hogy a tranzakciós díj itt ennyi, itt ott annyi, itt emelkedett, ott maradt a régi. Ezzel kapcsolatban volt egyeztetés a viszonteladóitokkal? A viszonteladóknak a végfelhasználójárait ugye mi nem befolyásoljuk. Egyeztetések azok voltak, beszélgetések voltak. Ugye itt az előzőekhez képest van egy nagy változás az, hogy 6 darab viszonteladó van. Tehát magával a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-vel együtt 7 szolgáltató biztosít ma az autósoknak mobilparkolási szolgáltatást, és hát elég nagy a szórás árban, szolgáltatásban minden, mert ez az előzőekhez képest azért ez tényleg egy elég nagy fordulat, mert nem volt ekkora kínálat. Tehát ez most itt egy kínálati piac lett. Mert abban egyébként... Bocsánat, mondjon. Csak azt akarom mondani, hogy abban nyilván egyetértünk, hogy ha mondjuk elindul egy országosan egységes mobilparkolási rendszer, akkor az emberek annak örülnének, hogyha gyakorlatilag mindenféle tekintetben ez ténylegesen egységes lenne. Mondjuk például a tranzakciós díjak tekintetében, mondjuk a türelmi időben, mondjuk az önkormányzatok hozzás, hogy gyakorlatilag bárhol parkolsz, mindenhol ugyanazt a szolgáltatást kapjad, ugyanazért a pénzért. Amit te mondasz, ezzel egy országosan egységes parkolási rendszer.
Ez egy országos lehetséges mobil parkolási rendszer, tehát magyarul a parkolásért mobilon fizetett mobil a fizetésnek a rendszere lett egységesítve, és ez azt jelenti, hogy nem az árat vettek egységesítve, mert ugye akkor az egy ilyen versenykorlátozás lenne, hanem az, hogy csak egy példát mondjak, eddig is voltak egyébként olyan kiszolgáltatók, akik mondjuk mobil applikáción keresztül tudtak nekünk mobil parkolást biztosítani, de senki nem vette őket igénybe, hiába volt okostelefonból, meg hiába használt egy csomó applikációkat, azért, mert ők csak egy-egy kerületben, vagy egy-egy városban tudtak szolgáltatást nyújtani. Az egységes, az sok-sok mindent jelent, de például azt is, hogy minden viszontadó az ország összes közteti parkolóján tud szolgáltatást nyújtani. Tehát, hogyha megnézitek, hogy milyen szolgáltatók vannak ezeknek, az ember összehasonlítja az árait, akkor bármelyiket választod, akárhol jársz, tudsz velük parkolni. Tehát találsz, hogy ott, aki szimpatikus az apja, én nem tudom, egyéb plusz termékkapcsolások, a más szolgáltatásokat is nyújt különben neked, és őt választod mobilparkolási partnerként, akkor nem ütközöl bele abban, mint amiben eddig elég gyakran, hogy valaki, most nem mondok nevet, valakivel beregisztrált és elkezd tartani az apját, de csak a 11 kerületbe tudta használni, vagy valahol. Mostantól bárhol, tehát magyarul értelme van annak, hogy versenyhelyzet, tudod? Most a hat viszonteladóból kettőnél tényleg mentek fel az árak, kettőnél. Uh-huh. De most már összetudjuk őket hasonlítani, és azt tudjuk mondani, hogy melyik a szimpatikus kész. Azt választjuk, az a parkoló mindenhol. Azt nem vetettétek fel az önkormányzatoknak, hogy például, mit tudom én, 10-20 méterenként felfessék a zónákat? Ugye kicsit az ember néha úgy érzi, hogy leparkol valahol a belvárosban, és annak örülnek, ha megbüntethetik, és utána még őnek kell ezt sokszor bizonyítani. Ugyanakkor nyilván azt sem állítom, hogy nincs olyan sok, vagy nincs sok autós, aki egyébként meg nyilván visszaél a parkolással, persze, hogy van. De mit tudom én, 10-20 méterenként felfesteni a zónaszámokat, hogy valahogy tényleg kicsit még kézenfoghatóbbá tenni a dolgot. Tudom, hogy elsősorban ez nem a ti felelősségetek, de hogy egyszerűsíteni a dolgot. Színkódot használni. Színkódot használni. Tudod, nagyon sok külföldi tapasztalat van, amit kaptunk SMS-ben. Persze, a cél az az, most kérdettek el, hogy Magyarország ilyen szempontból, ez egy egészen extrém szám, hogy mennyire használjuk a mobil parkolást. Tehát összesen az ország egész területére vetítve több mint 50%-os a penetráció. Ez egyébként én Európa szerte kiemelkedő. Ez azt jelenti, hogy Budapest bizonyos kerületeiben 70% fölötti. Tehát marad sokan a mobilon használják ezt. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ezt hozzágondoljuk, hogy ma már mit tudnak az okostelefonok, meg milyen alkalmazások vannak, akkor úgy eléggé jól összeáll a fejünkben egy olyan közeljövő kép, hogy ezeket az infókat, amit te mondasz, hogy éppen melyik zónába járók, annak mi a kódja, miért lehet egyébként integrálni egy tök intelligens appokban, miért informálhatna bennünket mindenről egyébként ez a rendszer, vagy bármelyik viszontadónak a rendszere. Pont ez a cél egyébként, hogy az önkormányzatoknak az ilyen típusú költségeit, mint amilyen például a parkolóautomaták, ami több drága üzemeltetése, és az összes több ilyen infrastruktúrális beruházás, azt amennyire lehet elvinni egyébként inkább informatikai beruházások felé, szolgáltatások felé, és legyen ez egy intelligens rendszer, ha már egyébként mi magyar autósok ennyire használjuk a mobil fizetést a parkolásban. Tehát az összes ilyen típusú túlszolgáltatást azt gondolom, hogy akár rövid távon bele lehet papogatni ebbe, és az egyáltalán elképzelhetett, hogy mondjuk van egy olyan appon, amivel beülsz a kocsiba, és megállsz az autóddal, és azon a figyelj, és tudja. Nem egy nagy elvárás egyébként. Hát nem. Hogy hol vagyok, beütöm, megmondja nekem a kódot, beüti, elindítja kész. Most nem egy ilyen távoli vízió, szóval ez elég itt van, mert ennek a lehetséges informatikai háttere, ez a rendelkezésre áll, tehát ezeket a szolgáltatásokat tök szépen rá lehet építeni. Annyit segíts még azokon az autósokon, akik tegnap még 8-10-zel parkoltak, hogy egyáltalán mehetnek-e valahova, vagy van-e értelme, vagy felejtsék el. Tudom, hogy ezt nem te fogod meghatározni, vagy nem a ti hatáskörötök, de hogy aki tegnap még 8-10-zel próbálkozott, megbüntették, mit nem jött vissza úgy SMS neki, menjen valahova, vagy fizesse be a bírságot. Két esetem van a tegnapi 8-10-es tapasztalatoknak. Az egyik az, amikor, és erre továbbra is figyelni kell, mert a szolgáltatóknak nem most válaszol, hogy minden három mobil szolgáltató, hogyha 8-10-re megpróbálsz elindítani egy parkolást, akkor visszaküld egy SMS-t, amivel közli velünk, hogy ezen a számon mobil parkolási szolgáltatás nem elérhető. Azért kell figyelni, mert rutinból megyünk,
megjött a visszaigazoló SMS, meg se nézzük, vanunk a dolgra. Sajnos nézni kell itt az első napokban, hogy mit kaptunk vissza SMS-ben. Ma abban az SMS-ben benne van egyébként az is, hogy a 763-ra indítja a parkolást. Tehát ebben az esetben ugye a szolgáltató az tulajdonképpen a tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, és elkövetett mindent annak érdekében. Én is kaptunk Telekomtól is, Telenortól is olyan tájékoztató SMS-t, független attól, hogy éppen parkoltam-e vagy sem. Ültek azoknak, akik gyakran mobilparkolnak SMS-t, hogy figyeljenek, ma 8-10 meg fog változni. Tehát ez egyik része. A másik, hogy találkoztunk vele, ez tegnapi nap délelőttjén volt még jellemző, aztán ez a probléma szerencsére megszűnt, hogy az egyik szolgáltatón keresztül egyes helyeken a 8-10-nél még átment a parkolásindítás. Jó, oké, ezt értem, de tételezzük fel azt, hogy tegnap valakit megbüntettek. Mehet-e valahova, vagy be kell fizetni a bírságot? Hát nézd, alap esetben ez egy önkormányzati szabályozás. Jó, tehát az önkormányzat. De én azt gondolom, tehát én tényleg mindenkit azért arra buzdítanék, nem garantálva egyébként az eredményességet, hogy igen, én biztos, hogy megpróbálnám, hivatkozva egyébként erre az általásra, és bízva abban, hogy annak az adott kerületnek a parkolási társága belátó. Igen, nem önkéntelmeskedik. Tudok ilyen példákat. Hát akkor reméljük, hogy ez összeáll valahogy, mert hogy egyelőre most a számváltozáson kívül még egy nagyon nagy változást nem érzek, de akkor majd, ha ez már valóban egységes lesz és működni fog, akkor szolgáltatásokban van. Így van. Tehát ez a változás. Oké. Jól van, köszi, hogy írtál SMS-t, hogy bejelentkeztem. Ha bármi van, akkor nyugodtan keressetek, ez a számom, tehát most már, jó, most már tudjuk. Jó. A Balázs napszemüvege nincs véletlenül nálam. Minden jártál itt tegnap? Mobil parkolási rendszerre betápláljuk az adatait, és akkor és nyomul lehet követni. Szóljatok, okay. Már megvan, nagyon szeretem. Köszi, hogy beszéltünk, ciao. Okay, jó munkát nektek, hello. Azt hittem a napszemcsidet tudja legalább. Igen. Na jó, hát egy olyan szám változott, meglátjuk, reméljük, hogy ez egységes lesz. És minden autósnak egy kicsit könnyebb lesz parkolni. 3-4-10 lesz, 7 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz pontosan. 3 perc múlva mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Most tényleg egy napszemcsi miatt így kell kezdeni ezt a megszást. 3-4-10 lesz. Hát csak még gondolkoztam. Össze magad. Szedjem össze magam? Tényleg, majd 10 után megkeressük. Kit érdekel, mi a magánügye az embernek? Nem a magánügye, ez egy országügye. Ez már nem a magánügye. Talvaj! Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye a balatoni, hát hogy is mondjam? Nagy kakiügy. Kakiügy, a balatoni kakiügy, ami igazából egy szép nagy, egy apró kicsi bolhából egy hatalmas egy elefánt, de mégis ugye egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat olvas az ember az interneten, és hát ilyenkor azért neki jó utána járni. Ugye egyrészt a Schwabi azt mondta, hogy nincs megoldva a balatoni kikötőkben, hogy a hajósok leengedhessék a kis tartály tartalmát, amíg egyébként ugye a Bahartnak a vezérigazgató elmondta, hogy megvan oldva. Összeengedtük őket, és megnéztük, hogy mire mennek egymással. Hát nincs annyira megoldva. Ha félig megvan. Félig van megoldva, ugye? Poharasok. Senki ne gondolja, hogy nyilván ez csak a hajózókat érinti a Balatonon, ez érinti a nyaralókat, a fürdőzőket, mindenkit, aki szeretne egyszer a Balatonba menni. Hangsúlyozunk egyébként emellett, hogy azért, mert mi ezzel foglalkozunk, tehát már itt írják néhány nyomos, akkor ne menjek hétvégén a Balatonba, dehogy nem. Menjél. Tiszta, szép, lehet benne fürdeni, gyönyörű és kiváló a vízminőség, úgyhogy nem akartunk mi senkit megrémiszteni, meg nem is erről szólt ez a beszélgetés. Ugye múlt héten volt ez a fertőzés, és annak kapcsán elindult egy ilyen nyilatkozat háború, mi összeengedtük a nyilatkozó feleket, valamint ugye korra reggel megpróbáltuk kinyomozni, hogy ki volt a tolvaj, aki még jöhet. 10-ig abszolút amnesztia van, nem szégyen. Ja, a 10-ig vissza lehet adni? 10-ig oda vissza lehet tenni. Miért nem szólsz, hogy így van? Ne nyomasszom, menj be a női vécébe, tedd be a mosdóba. Na jó van, szóval erről beszélgetünk. Ma reggel ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Állj elő, tolvaj! Utolsó figyelmeztetés volt. 10 órakor indul a keresés. Hello, Csabi. Nem ilyen de volt? Na, figyelj, automatikusan megnéztem, hogy milyen szemüveg van a fejem. Mondom, jó, az kicsit nagyképű, ha bejön a szemüvegembe a fejtetején. Mondom, az picit erős. Hello. De miért a női mosdóban? Azért. Ti nem akadtatok fenn ezen a történeten? De ezt már reggel megbeszéltem. Ja, azért, mert ott van kéztörlő. És a férfi mosdó mindig ki van fogyva, és a női mosdó egybe van nyitva a férfi mosdóval, tehát nem két külön ajtó, ugye, hát ezt mi tudjuk. Uh-huh. Bemész a mosdóba, balra egyből egy férfi fajansz, kicsit tovább mész, két női fajansz. Tehát nálunk azért nem annyira kollektív, vagy tehát egybe van az egész. Koedukált, igen. Jelentsen a szó bármit is. És
Én ott van kéztörlő, lerakom a pultra, az üvegpultra, és letéptem a kéztörlőt, és ott hagytam a szemüveget. Ennyi. Ennyi a sztori. Látod, nem ebbe kell belekötni, hogy hogy de látod, megint a lényeget hallod meg. Megint fönnak az apróságokon, hogy ő hol pisil. A napszemcsi, apa. Igen, csak hát akkor is szűkíthető a kör. Kik azok, akik bemennek a női mosdóba Balázson kívül? Hát, a Roli. Igen, hát, látom múltkor a Rolit, hogy térdelt, és pont inni akarta, csak rábogult a fejére a deszka, és mondta, Roli, itt a mosdó, hát ne csináld már. De az jó lenne, hogyha egyébként a Roli tényleg bejönne. És jó, figyelj csak, Roli, az nem az én napszemüveg, nem, csak a Soli. Aha, csak ide egy pillanatra. És mi ez itt benne? Forever and ever, Viki. Hallod? Hallod, Roli? Volt egy Viki nevű barátnőm. Igen. Tízig napszemüveg amnesztia van. És bemegyek 10:00-kor a mosdóba, ha ott van, nem kezdek nyomozni, hogy kitette oda. Addig nem látsz, nem hallasz. Nem. Nem érdekes. Addig nem teszek föl 10 óráig nem teszek föl kérdéseket. 10:01-kor viszont elindul a szemüveg kommandó. Irgalmatlan statárium. Az egész épületben. De föláll a rögtön ítélő bíróság, és lángba borul az ülői 102. De segíts már annak, aki elvitte, és nem meri visszaadni, hogy mennyire lehet ezt eladni. Ez egy nagyon karcos, nagyon öreg, nagyon kitágult napszemeg, semmit. 100 forintért felrakod, és nem ütik le. Na de mi lesz, melyért fogja? Hát a tiéd volt, érted? Figyelj, ha egy nyomorult fotó, amin egy bőris inkbe vagy függönyhajjal, 17 000 darab lájkot kap, plusz 13-at a kaszáin. A Rózsa Gyuri is volt? Hát érted, akkor ennek a napszemegnek mi lesz, melyért értéke lehet már? Semmi. Akkor miért ilyen fontos? Ne hozzám nőtt. Értem, hogy ezt mondod, hogy semmi, de mindenki tudja, hogy nem így van. Jó, hát. Tudod, hogy én is tudom, hogy nem így van. Na, hívjuk a raphallgatóját gyorsan. Hát, ha ő lopta el a szemüvegemet. Kezd azzal a bölcs rá, hogy hol a szemüvegem? Mindenkire úgy nézek ma. Bemegyek itt, én tényleg mindenkit megvizsgálok. Nincs szó. Ninksó, hello! Hello, jó reggelt! Nincs nálad a szemüvegem? Hát, van egy szemüveg, de szerintem nem a tiéd, mert nem mutattad meg, milyen volt. Nem, egy barna. Akkor nem, én loptam. Akkor nem. Ati, hello, honnan hívsz? Vagy hol írtál? Vagy honnan írtál? Pécsről írtam. Pécsről? Úgy van, Pécsről. Pécsről. Igen. És mit csinálsz, dolgozol? Igen, jelen pillanatban dolgozom, kérlek. Szépen egy... én kis buszocskával itt körözök a városba. Busszal körözöl a városban. Így van, így van. Utasszállítás, gondolom. Hát most éppen utasok vannak, igen. Atikám, te vagy a naphallgatója, hát, jó. Köszönöm szépen. Egy nagyon szép kis ajándékcsomagot adnánk neked, föladjuk postára, és megérkezik. Jó, köszönöm, aranyosak vagytok. Tén szójátékosat ír, de szellemes volt. Azt írta, hogy lehetek ma a napszemüveg hallgatója. Fóisten, annyira fáradt. Tényleg ő nyer. Annyira fáradt, hogy megszerettük. Lehetek ma a napszemüveg hallgatója. Igen, küldjük az ajándékcsomagot, jó, Ati? Köszönöm, kellemes napot nektek. Köszi, ciao, hello, hello. Lehet, hogy most teszik egyébként vissza. Biztos? Csak előtte még betolja a gatyájába. Ezt neked te róla, ha már ellopni nem tudta. Nem baj, megmosom. Tegye vissza. Csabikám, remek zenéj lesznek? Hozom Ed Sheerant. Na, tudjátok, ez a nagyon kócos angol fiatalember, akinek ráadásul remek hangja van. Persze, hogy tudjuk. A második lemezéről hozok egy dalt. Az az érdekessége, egyrészt egy baromi jó dal, az a cím, hogy Sing, és a Pharrell Williams vokálozik benne. Atya Isten, de jó. Mekkorát ásított a Feri erre? A Pharrell! Nem. Jogi 8-tól ásítozik, úgyhogy ez már ezt mi már megszoktuk. Elfogyott a levegő. 8-tól oxigén hiányos állapotban van, úgyhogy ne törődj vele. Egész este ezt a számot hallgatta, és most egy picit kialvatlan miatt. De olyan jó volt, és úgy vártam, hogy a kívánság műsorban legyen megint. Ja, akkor ajánlok nektek még egyet, tessék, kivételesen. Most valami jót is tudsz? Ja, Kassa Tibi! Az is. Tehát, hogy még egy sírem mellé, még ez is. De és tudjátok, Kassa Tibit miért ajánlom? Mert valami jót akartál ajánlani. Mert jövő héten pénteken. Bizonyám, 10 órakor. Lellén, nem, Füreden, az kicsit később lesz. Füreden, igen. Ahonnan majd az Anna Góra Aquaparkból szól a Morning Show. Bizony. Egyszer csak a Kassa Tibi felpenderül a színpadra. Igen. Így van. És reméljük, a közönség a vízben, a hullámfürdőben, és ott fognak igen. Csápolni neki. És hát a Füredék még nem tudják, hogy valószínűleg Kassa Tibi előzenekar a Vézolika lesz. Aki a jobban senki nem szereti a Balaton. Kérdés, hogy Kassa Tibi így vállalja a fellépést. És aztán majd délután a Sun Cityben folytatódnak a bulik, mindezt tehát jövő héten pénteken, 11-én Balatonfüreden, Rúzsa Magdi, Vastag Csabi és az Ergo koncertjével. Igen. Megyünk Füredre. Jól van, Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszáma változatlanul, hívjátok nyugodtan, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!
Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Reklám. Gratulálunk a naphallgatójának. Nyereménye 2 darab heti jegy a Conti Cabana rendezvényre. Szurkoljunk együtt a biztonságbajnokával. Gratulálunk játékosunknak. Nyereménye 1 2 személyre szóló belépő a gazdaságban.